Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Az legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok. Hello. Szevasztok. Drága hallgatók, hát itt vagyunk újra élőben. Gyorsan valaki egy napi sajtót vegyen magára és fotozzuk le, hogy bizonyítsuk, hogy ez már nem best of. Így van. Április 2-ked. De jó, hogy ezt előre felvettük. Ezt a megszállás. Napi sajtót magunk elé, bizonyítva, hogy most már élőben vagyunk. Hát, ha néhányan kétkednek, de tényleg így van, húsvét után, egy gyönyörűséges ünnep után, hosszú hétvége után újra itt vagyunk. És jól szólunk, legalábbis én. Ez titeket elállítottalak, úgyhogy ti biztos nem. Veletek ebben egy kicsit. De egyébként mindig várom, hogy szólunk reggel, mármint önmagunkat, hogy halljuk vissza nyilván kifelé, mindig ugyanúgy. De gyerekek, ez most egész csecse. Jó, de jó, igen. Gyula mondjuk úgy tudja javítani a hangzáson, hogyha az egyikünkön javít, akkor a másikunkon sajnos rontani. Hogy? Tessék, halló. Figyelj, én most javultam, nem tudom, ti hallottok-e, de én most javultam. Na, hát ilyen volt a szabadság. Jaj, de szörnyű volt. Mondanám, hogy de jó, hogy újra látlak benneteket, de hát most miért az ugye? Miért játszanánk el, hogy örülünk egymásnak, nem? Hallom itt, hogy jó idő volt, megmondom őszintén, én ugye külföldön voltam, és egy picit izgultam, hogy majd itt rossz idő lesz, meg nem tudtok menni a szabadba, de hallom, hogy 20 fok, Istenem, jó idő. A kis szíved, tudod, ahogy megáll azért, hogy itt emlékszem, minden évben azt hallgatjuk, hogy amíg itthon a mínusz, és a hóesés, addig ő a melegben. Gondoltam rátok, és láttam ezt a +2, +3 fokot jeges északi szelet, viharozhat, és gondoltam, jó van. Így van, minek menjünk például Londonban, amikor itt is esik állandóan. Gondoltam, jó idő van, úgyhogy ti is nagyokat túráztok, és megnyugodva konstatáltam, hogy ószer időtök van. Ennek kicsit örültem. Hát ott a messzi vidéken azért is volt baj, ott 30 fokkal gyerek. Gondolom, életben a kutya fáját, hát volt baj. Az egy hét után már unja az ember. Hát fáradtak voltunk egy hét után. Megint ez a rohadt tenger. Istenem, ez a sok kék, meg ez a sok virító napsütés, és nap átszörni. Folyadékpótlás, még egy koktél. Higgyétek-e, nem volt könnyű. Itthon mi a helyzet? Itthon gyakorlatilag, amit lefestettél, tehát egyébként azért megúsztuk a hétvégét, a locsolkodós időt. Volt, ezért jó idő is. Hát sütött a nap, azért jó időnek nem mondtam, mert így kiálltam. Más országokban. A gyereket le kellett kötni, hogy el ne vigye a szél, de gyönyörű volt minden. Kis jeges északi befújások. Jeges északi befújásokkal és minden mással. Viszont elolvastam tegnap, mikor megérkeztem, hogy mi vár ránk. Az elmúlt két hét összes hírét mindent átnéztem, és gyerekek, jön csütörtök, péntek körül már egészen. Jön a tavasz, 20 fok. Így van. És szakadó eső, de 20 fok lesz. És szakadó eső, igen, nem, tényleg jövő héten, vagy ezen a héten hétvégén már egészen. Egészen jól állunk, az már olyan áprilisra emlékeztet majd. 20 fokkal, az már barát. Csak kár, hogy akkor már nem leszünk Szabi. Hát, picit, persze, de az úgy sem volt. Ezért kell jól választani. Tehát időpontot, helyszín. Igen. Hát végül is igen, de most mindig ott, ahogy te voltál, ott mindig jó. Hát, mindig ezen mindegy. Múlik, hogy jó időkor legyen, jó helyen, jó időben, ahogy Rubin Tréka is megmondta, hogy jókor voltam, jó időben. Úgyhogy jó kell tudni. Én próbáltam variálni a helyszínen, érted, Budapest, Új Kígyós, mind a kettő ugyanolyan volt, tök mindegy. Tehát, hogy mentél, és nem sütött ki a nap Új Kígyós felett sem? Messzire. Pedig azért légvonalban az emberes. Hát az 250, érted? Hát így van. Ha kanyarral mész. Itt messzi fönn délszakon, ott meg lent a mediterrán délben. Na, és semmi. Semmi változás? Semmi változás. Pedig követni akartak, mondom, Balázs is elutazott, utazzunk el mi is, érted? És ugyanaz. Nem változott. Na mindegy, mi volt egyébként? Mit csináltatok? Pihentetek? Jó volt? Hát nem pihentetek? Nekünk az első hétünk az nagyon-nagyon jól sikerült, hiszen a gyereknek sikerült elkapnia egy vírusos torokgyulladáson. Ne! Otthon maradtunk. Egész héten nem mentünk sehova, hiszen a doktornéni azt mondta, hogy ne menjünk emberek közé, hogy ne okozunk másoknak hasonlóan örömteli
pillanatokat, mint amilyen nekünk volt. És akkor nincs, hogy már csak azért is? Gyere, elmenjünk egy wellness szállodába, köhögj a vízbe. Köhög rájuk. Fújd bele az orrod a gyerekmedencébe. Gyere virág, szagolj bele a tubákba gyorsan, hát ha letűszentesz valakit. Itt vagyunk az étteremben, most köhögj, most köhögj. Most gyorsan, most. Ne tedd a szád elé a kezed, mit csinálsz? Adj nekik, adj nekik. Ezt tanítottam. Wellness hétvégéznek, legyen nekik is az. Semmilyen direkt fertőzzük meg a többieket, nincsen? Hát sajnos nincsen. Túl jó ember. Talán volt, de azt is csak inkább a családon belül. Hát basszus, úgyhogy ezt nagyon megnyertük, nagyon jó volt. Aztán kezdődött az ő tavaszi szünete. Úgyhogy... A hány napja akkor egy hét? Igen. Egy igen, hét? Igen. Milyen rendesen? És sőt, azt hiszem, hogy másfél hét, mert még most is otthon van. Vagy megint elkapott. De szerintem beteg. Pont ezen gondolkoztam én is, gyerekek, ilyen gondolatok bántottak engem, hogy hogy fogok tudni elutazni majd, mikor a gyerek már iskolás mondom, lesz. Mondom, neked hát sehogy. Pont így sehogy. Nem, megbeszéltük, hogy itt vagyunk. Ja. Járjon sokat be a gondolkoztam, sokat gondolkoztam ezen, mi a fene lesz, ha iskolába megy, megkérdeztem Mikitől. Mikitől előre megcsinálja neki a szendvicseket, hogy legyen neki uzsonnál. Kulcsot a nyomba. És azt mondtuk, édesem, nincs más megoldás, akkor maradol. Gyerek. Akkor maradol, jársz iskolába, tanulsz, apád is járt, anyád is járt, úgyhogy igen, ez a tavaszi szünet azért ez egy ilyen... Hát múlt egy szerdán mentek még utoljára elméletileg, tehát én most a nagy átlagot mondom, és van, ahol ma már menni kell. Az gyakorlatilag 5 nap, az semmi, tehát az alatt kicsit. Az nem sok. Az nem sok. Egy nagy nyaralás. Hozzácsaphatsz még 3 napot szülői jogon, de az összes többit már igazolnod kell. Ha a gyerekek, mindig van a fiúkban egy kósza, hamis orvosi igazolás. Az azért valahogy azért csak, hát hogy ennyit sem tudunk elintézni a körzetivel, akkor semmit, nem? Benikém, hát beszélj barna vagy, ahogy beteg volt. Ha nézd be a kis Benikém, hogy levarnultál. Igen, csak az a tömbben, amit te beszereztél még érettségi környékén, már nem aktuális. Ez is igaz, hogy az orvosi pecsétet meg kell újítani, de hát azért valami... Sebesén, Magyar Népköztársaság, itt nincs valami kis... Igen. Szóval hát akkor nem volt egy szerencsés. Nem. Szünidő. Utána aztán becsúszott végig már, hál' Istennek, egy-két ilyen kis egynapos, ilyen kis történeti dolda, menegetés, meg ilyesmi. Elmentünk, megnéztük a Természettudományi Múzeum van a lápi mumiákat is. Szép a lápi mumia. Figyeljetek, gondoltam rá, hogy volt, nagyon jó kis kiállítás, mindenféle tekintetben egyébként ajánlom azoknak, akiket érdekelhet a téma, tehát nagyon jó volt. Egyetlen dolgot nem igazán értek a dologban, amikor megjelennek a 4-5 éves kis gyerekek, aztán odaállnak a tárlók elé, nézik a halott embereket. Tehát, hogy az olyan picit fura. Figyelj, én gondolkodtam az enyémein. Aha. Csak már kinőtték, nem? Hát már most 6 éves, hova vigyem. A kutya fel, hova vigyem, már most már kinőtték. Ugye a világ már 13 éves korak körül azért már tudja így kezelgetni ezeket a dolgokat, de amikor így megjelennek a családok, és akkor tényleg nem akarom senkinek elvenni a kedvét a családi programtól. Szóval, hogy én azért... Meggondolnám. Síró gyerekeket húztak. Tehát ezek mégiscsak itt elhunyt emberek porhüvelyei, és némelyik azért nem úgy néz ki, hogy szóval egy nagyon kellemes látvány lenne. Én azért el tudom képzelni, hogy egy-két kisgyereket felsír éjszakánként, amikor eszébe jön. Istenem, de jó volt a Természettudományi Múzeumban. Tehát, hogy... De lehet, hogy nem nézték meg, milyen kiállítás van, csak ugye azt mondták, hogy na gyere, elmegyünk múzeumban, nem? Igen. Aktív nagymamák, túlvezérelt szülők. Mamikák, csomó, nagymama lesz ott. Kiáll, nem, mamikák, múmia. És ott szembesültek vele, hogy mi lesz tulajdonképpen, és akkor már gyerek, hogy ezt be kell vinni, hát akkor bevitték és megnézték ezt a múmia kiállítást. Szóval a kiállítás az iszonyatosan jó, csak hát egy bizonyos lehet, hogy a dínó csontvázakért mentek, csak betévedtek a múmiás terembe. Mm-hmm. Félretárulták magukat egyébként, igen. És tudod, amikor a tőszikulcsot kézzel fekszik, egy tátott szája, a 3 fog a szájban, tudod, némi szemmaradványokkal, meg szövetekkel, meg adott esetben mondjuk ilyen letépető mutatóujjakkal, amik mellé vannak csomagolva, mert hogy valami értenek az apácának ilyen fura gusztusa volt. Jó. És akkor mit csináltak a gyerekek? Sírtak, kiabáltak, vagy dermedten álltak, és rángatták a szülei kezét sírva, hogy ez mi? Nem volt. Semmi? Tehát, hogy igen, a reakciók szerintem kicsit később jönnek majd, olyan másnap hajnal 2-kor. Apa! Nagyon félek. Nem vagy az, vagy a néni. Néni a múzeumból. Szóval egy picit így fura volt, de a kiállítás nagyon jó volt, nagyon tetszett, tényleg nagyon rendben volt. És a korsó múmia hiányzott nagyon? Ott van még a helyet, oda ki van írva. A főbejáratnál is ki volt írva, meg bent a kiállítás területén is. Elnézést, de a tulajdonos visszavitte a mumifikálódott monkot, aki ugye ott volt. És visszakérték, mert felmerült némi gyanú, hogy nem. Hát nem a tulaj... úgy szerezték, ahogy kellett volna. A tulaj gyorsan visszarendelt, erről ugye beszéltünk, igen. Na mindegy, szóval, hogy akkor megnéztétek a mumiákat. Persze, jó rövid volt. Rövid kirándulások voltak. Így van, voltunk, mit tudom én, fölmentünk Drégévárra, meg elmentünk most meg lesz Noéba, stb. Tehát, hogy igen, gondolom, hogy ez most így... Már vártam, hogy már 10 percet beszélünk, és még sehol nem jött össze, legalább egy város élmény. Hát mi a fene történt veletek? Hát ti se vagytok már régiek, hogy itt a 2 hétben nem voltatok várnál, vagy várat nézni.
Én rettenetesen szomorú vagyok, viszont mert azt gondoltam, hogy csak a fővárosban, de vidéken is, gyerekek, vége az igazi húsvétnak. Ha tegnap reggel meglocsoltuk otthon a lányokat Somával, a vödörvíz, rendesen, tehát mi tartjuk a hagyományt, és mondtam Somának, hogy itt az idő, hogy megnézd, hogy faluban hogy működik a dolog, tehát hogy Sanyi bácsi még tud-e úgy 11 órakor menni, hogy a kerékpáron van, és nem mellette. 5-10 évvel ezelőtt az én kis szeretett falumban csoportok járkáltak az úton, érted, ment mindenki locsókodni, egy büdös teremtett lélek sehol. Senki? Senki. Se illatos, se büdös. Se illatos, se büdös, érted? Nem lehet, mert mindenki részeg volt? Á, 11-kor még bírni szoktuk. Még 11-kor még nem? Az úgy kettő körül záródik kettő el a dolog. Kettőkor fekszik el a falon. Gazdátlap biciklik így az árkok mellett, nem volt? Semmi? És alatta a tulajdonos, mert azért kicsit fázik, hiszen annyira jó idő nem volt, és sehol senki. És lehet, és azon gondolkoztam, hogy ezt a szép hagyományt, hogy végignézed a rokonságodat, meg ugye a lányokat. Hát emlékszem, mi például általános iskola a 7.-8. bandákba mentünk végig az összes kolléganőhöz, vagy jó, a osztályos. Jó, voltatok gyűjtogatni. Hát nincs még igen. Egy ilyen csapat, érted a falumban? Lányokat kaptatok el, öreg néniket fosztottatok ki, tehát az más volt akkor. Más miatt mentetek. Farkas törvények uralkodtak, muszáj volt. És nem csak húsvétkor. És mindig a kertek felől jöttetek. Nem igen, hordákban. De hogy ez eltűnt? Nem locsolkodik nem, nem tűnt senki? El. Képzeljétek el, nem tűnt el. Például olyan értelemben tudom cáfolni, amit mondasz, hogy tegnap Rétság magasságában én láttam 3-4 népviselőbe öltözött legényt, rendesen szódás üveggel, kalapban mellettén. Árvalányhajjal mentek és sétálgattak. Aztán lehet, hogy a hagyományőrző klubnak lehettek a tagjai. De jól néztek ki, mutatósak voltak, tényleg, ahogy illik, és ahogy kell. Hát ez valószínűleg a palócföldi, meg mit én, van egy pár ilyen helyszín, ahol például tegnap ilyen nagy locsókodós húsvéti tartottak. De én most arra gondoltam, hogy az átlag nép, az átlag ember, érted, aki nem veszi föl a hagyományőrző ruhát, nem turistáknak csinálja, mint mit én, Hollókőn, ugye, uh-huh. Ott rengeteg ember van, ilyenkor több ezeren mennek ki, hogy megnézik, hogy hogyan néz ki a régi klasszikus locsókodás. Hanem az, hogy így önszorgalomból meglocsontod a környezetedben élő nőket. Az tökre kiesett. Ti locsókod? Te locsolt? Meglocsoltad a Vikit? Nem. A Benit? A Benit igen. Na az. És a Beni is engem. Igen. Hatalmas oda. Nagy... Ide-oda. Spritz party volt. óriási. Beni szódásüvege, én a slaga. Nem, én megmondom őszintén, bennem van némi frusztráltság, ez nagyon szép ünnep, meg nagyon fontos hagyomány. Velem ezt gyerekkoromban nagyon-nagyon-nagyon megutáltották. Tehát nekem ki kellett állni a szoba közepére, és hülyébb verseket elmondani, bámult a család egy része, aki ott volt. Aki még látott. Frusztrált volt. Aki még látott, akkor és józan, hogy én nem nagyon szeretem meg. Őszintén tudom, hogy az eretnekség ilyet mondani húsvét után, de én kínban vagyok, nem mondok verset, nem locsolok anyóst, nem kérek pénzt, nem iszom, nem rúgok be. De olyan, elveszünk egymásnak pici ajándékot, gyerek kap valami kis helyeset, mert nyilván ez is róla szól leginkább, de nem. Szóval én nem vagyok ez a édesanyám zöldelőbe jártam, azt fölkelek reggel. Jártam, kékibolyát láttam, le akart szakadni, de szólt a természetvédelmi őr, hogy 20 000 forint az eszmény. Úgyhogy takarodjak el innen. Úgyhogy takarodjak ki az erdőből a kvadommal, igen. Szóval, hogy én nem. Én nem locsol, és nem is megyek sehova, és nem megyek át, ha jön hozzánk a családonak, örülök, de én nem, nekem ez, szóval, hogy én nem fáj, nem érzek fizikai fájdalmat, hogy ide nekem a morfiumot, mert annyira hiányom van már ettől a locsolkodástól. Összetartó ereje volt, nem, hogy elmentél rokonokat, barátokhoz. Nekem sose. Nekem egy karácsony sokkal nehéz. Fontosabb, egy anyák napja sokkal fontosabb, átmegyek, bárhol van az anyám. A születésnapod. A születésnapod. Még fontosabb így van, hogy jöjjenek sokkal és adjanak ajándékot. De szóval, hogy ünnepeljük, meg van sonka, meg Viki feldíszít ilyen barkaágakat, meg tojást festett a gyerek tegnap. Szóval ezeket mind őrizzük, de hogy én odálljak egy ilyen kis kölnivel, és akkor meglocsoljam a Viki, ő se igényli. De nincs ilyen nem annyira ismerős srácok, akik összetörmelőnek, és csak a lóvéra mennek rá, és akkor itt senki nem engedek be. Környéketeken. Senki nem engedek be. Ott lakják a Nóriak. Nekem nem hiányzik senki, átmegyünk a családhoz. Takarodjatok ki már! Kérem, a szemet törődj! Hát torodja már!
Én reggel felkelek, előveszem a pisztolyomat. Bejöttek a gombos egyenlőkkal! Igen, kettőször a levegőbe lövök. Szóval én nem kedvelem. Aha. És nem a húsvétot nem kedvelem, hanem ezt a kicsit számomra megerőszakolt, erőltetett dolgot, ami ugye azt jelenti, hogy jaj, de viccesek vagyok, de nagyon meglocsol. Ej, te betyár, úgy elkaplak, menekülj a szolgál. De nem azért locsod meg, mert az vicces. Persze, de tök jó, hogy valaki csinálja. Aha. Ehhez nekünk nem volt ilyen hagyománya. Volt hagyománya otthon családban, meg meglocsoltam a nagymamámat, anyukámat, meg ők azért ezt így erőltették, hogy azért vegyünk magunkra valami hagyományt, de nem álltam oda reggel. De nem álltam oda reggel a Benny ajtaja elé, és keltettem föl, hogy menj, na! Verset locsold meg anyám! Locsold a verset! Vizet? Semmit. Aha. Tehát, hogy semmit. Ám odd vissza! Látjátok velém szüntük el, mik vagy nem az! Is a por és hamu vagy muk. Szóval nem, és bennem ez akkora frusztráltság, hogy nekem kellett, ahogy nem akarod, és zavarban voltam, adni. És izzadtam, és toporogtam, hogy nem adom tovább a gyereknek, majd, hogy nagyobb lesz, elmondom, hogy miről szól, elmondom, hogy mit ünneplünk, elmondom, hogy miért teszünk sonkát, miről szól ez az ünnep, ezt tanulja meg, ahogy velem is megtanítottam. De nem fogok állni a szobája. Tudna kölni, menj ma anyátos, nem kölni a vödörvízzel. No. Jövőre öntsétek már ki a hát aztán meg ágy nem üt, meg végképpen búzok. Tehát, hogy a majd Viki kiviszi és megszárad. De miért, te békát is locsoltad? Persze. Igen? Rendálunk, rendes nagy vödörvíz van, aztán egész nap szárad az ágy. Nem de mert nincs vezetékes, nem? Hát az más a kútra, hogy hozol érte. Ha már hozok vizet, akkor egymáshoz legalább a haszta is legyen. Fogok egy vödörvizet, és leöntöm az alvó feleségem, hát ez fú, de nem örül. Tessék? Imádja. És kézzel megáll a szíve. Mert egész évben szép lesz és persze. Mondd a somának, csak a végét kell megtanulni, hogy szabad-e locsolni, és azonnal, tehát hogy ne legyen ideje sem menekülni, se gondolkodni a vízzel. Nem, én imádom, nem. Én szeretem, persze. El is indultunk, sehova nem engedtük be fontos, bennünket. Meg ezek fontos hagyományok egyébként, meg tudja a gyerek, hogy azért, csak azért vetettem fel, hogy eltűnt. Eltűnt, és hogy egyre többen gondolják, akkor valószínűleg így, mint te. Az kár lenne azért ezt kihallani. Azt mondják, hogy nem érdekes, nincs jelentőség. A végének semmi jelentősége nincs. Ne várd náluk meg, az az igen. Ne várd meg, hogy mit mondanak, ő csak kéreti magát. Hát igen, csak tényleg ezek a régi húsvétok már annyira elmúltak. Én emlékszem, hogy apám mindig befejezte a tornázást, kiment, elment, megetett a tyúkokat, utána megnézte, hogy felverte már a gyom a paprika palántákat, akkor ezzel végzett, akkor 10 órakor elment készülődni, akkor készülődött egy kicsit, akkor délután 2-kor már kész is volt, és akkor elindultunk. De teljesen. Ha volt kedve. De te sem mondasz most otthon a Móninak. De? El tudod képzelni? Fölveszed a kis fehér ingedet, fekete nadrágot, fehér zoknival, fekete cipővel. Kölni nincs otthon. Á, várja, mi ez? Ja, mit teszerek el? Mindegy, jó lesz. Hangyaírtó. Á, ugye, szagmentes hangyaírtó DM-ből. Á, jó lesz. Az orrontokon. Ugye, hogy ez szerintem egy alkat nem. Kell, aki tényleg, mint a Feri, hogy ezt így szereti, őrzi, hiányolja, megy, locsolsz. Ez valahogy... Én azt sem tudom, milyen épületbe kéne elindulnom. Neked? Neked, fehér zoknival, fekete nadrágban. Ugyanúgy, mint minden van. Mint minden hétvégén, amikor sportolni mész. Fekete zokni. Mancsik, hantik, érted, románok, svábok, minden bulgurok, az nem az. Melyik a legszimpatikusabb az? Nekünk már minden van a családunkban, tehát azt sem tudom, hogy kéne. De nem kell neked beöltözni darutollas fövegbe, meg mit tudom én. A hagyományos griff. De egy sima zakó. Vagy hagyományos vörös október ruhagyár. Egy sima zakóban is gondolkodhatsz. Tehát nem kell túlöltözni a bulit. De például a gyereknek tegnap kis előadást tartottam a húsvétról. Megkérdezte, tök helyes volt, ültünk az azt, megkérdezte, hogy miért teszünk húsvétkor sonkát. Egy pillanatra azért így át kellett gondolom a választ, hogy egyébként mi a fene köze van. Már csak az volt, na. Mi tegyünk? Így alakult az idején. Hát, de hogy tulajdonképpen igen, tehát hogy nagyon... És a nyúlat megfejtettétek, hogy a nyúl hogy tojik tojást? Mert nálunk ez a kérdés is megvolt, hogy apa, oké, megtaláltuk. De hogy ugye a nyúl az egyébként, hát mondom drágám, nem, valóban nem. Az egy némi, a kicsi képzavar, igen, hogy a tojás... Az állítólag egyébként egy félrefordítás, mert Németországból jött, és ott a gyöngytyúk tolja, és valaki, nem tudok a németül, gyöngytyúk. hogy van, ha valaki írja meg, hogy van németül a gyöngytyúk és a nyúl. Hát így nyúl. Ez a félrefordítás, gondolom, nem? Ja, hogy így hívják a gyöngytyúkot németül. Így hangzott. Nyúl. 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 Tojás nyúl. Hát tojás igen, mert tényleg mit mondasz a gyereknek? Ahogy Balázsik is mindig megkérdezi a Benny minden húsvétkor. Apa, mi miért iszunk minden húsvétkor Virgin Piña Coladát a tengerparton? Azért, mert ez egy rohadjál.
Igen. Apa, apa, az óvis társaim nagyon fáznak otthon, mert itt nekem már nagyon melegem. Azt mondták, hogy az ő húsvétjuk másról szól. Már a te nagyapád és az én nagyapám is miért ezt csinálta. Miért repülünk minden húsvét előtt 12 órát? Azért, hogy elfáradjál, Miró, hogy keresik el az ajándékot. Ne tudsz sokáig keresni, fáradt legyél a jetlagtől. Mi nem megyünk el? Anyujék, a nagymamáék az Mátyásföldre inkább. Az csak 40 perc az M0-áson. Ha nem kerülünk dugóba. Hidd el, a gyereknek nem könnyű a húsvét. Hidd el, egy csomó trauma valamit. Azt azért ér. Föl kell dolgozni. Egy csomó trauma valamit fel kell dolgozni, igen. Megkérdezz, hogy segítek, ezért mászt az avokádó. Inkább nyomd meg a stewardess gombot, hívót, aztán bírt ki, amikor zárekedem, hogy fordultál. Ja, gyerekek, nem, már itthon voltunk a svédkor egyébként. Vasárnap jöttünk. De szegény. Inkább egyet adját hozzá a turista osztályra. Ott kérdezi hülyeségeket, te itt. Tőlem itt a bizniszem. Ez a durva, hogy honnan tudod, hogy így mentünk? Hogy én a bizniszen, én a gyerek meg átszököttek úgy a fáját. Hát tényleg így mentünk. Na, hogy állunk játékkal? Mi volt az utolsó hét? Már is felejtettem. Hát, kikaptuk? Nem, megnyertük 2-0-ra. 2-0-ra hoztuk, igen, nem, az egy nagyon csóka hét igen, volt. Igen, vagy két napos volt, és akkor most úgy vagyunk, hogy van 10 nyerthetünk, van egy döntetlen a hallgatókkal, és egy bukott hét. Gyerek. Tehát 10-1 ide. Szerintem gyerek. Nem rossz. Nem rossz, nem rossz. Jól állunk, jól van. Na, hát akkor kezdjük el a ma reggelt, jó? Aki szeretne velünk játszani, az nyugodtan írjon SMS-t, minden visszatér a régi kerékvágásba. Kérdezi valaki, most már élőben nyomjátok, mindenképpen válaszoljatok. Nem. Szia, Jani. Nem, igen. Nem. Nem. Csinálunk majd egy fotót a napi bulvárra, jó? Feltesszük a kicsit elhanyagolt Instára. Tegyük az Instára. A Bali még Szabiba viszont nehéz ide vágni a válaszait, a kérdéseit és a sztoriait, de... De egész jól sikerült. Igen. Egész jól sikerült. Lehet jelentkezni játékra, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t. Arcoskodni is lehet egészen nyugodtan, bátran. Jó, a házi az a nyúl, a perhun az pedig a gyöngytyú. Ja. Hát a német kiejtésemmel van. Perhun? Perhun. Oh, igen. A házi az pedig a nyúl. Aha. Hozd el magyarra. Perhun. Hát van némi kis akcentusom szerintem németből. Mindenesetre ez a kérdésedre, hogy keverték össze a mit, mivel? A gyöngytyúkot a nyúllal. Perhun. Perhun. Kitojt. Perhun. A nyúl. Abszolút. Teljesen össze lehet keverni egyébként. Igen. Az a baj, hogy mindig beszédhibások után maradnak meg ezek a szavak, hogy a labanc, lobonc, tudod, de ez állítólag ezért hívják a labancokat lobancok, mert hogy volt paronkájuk, de mindig valaki valamit félre mondott. Igen. Jól van, lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 9 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, nagyon hiányoztatok, reméljük talán egy kicsit mi is, bár nem voltatok nélkülünk, hogy ilyen szépen mondjam, voltak azért jó és jobb pillanataink, ezeket meg is mutattuk, reméljük, hogy egy-kettő talán újszerűen hatott, de nekünk hiányoztatok. Én találkoztam a néppel, na, aki szokott bennünket hallgatni egy-két helyen. Nem mondták ezt nekem, hogy ez jó, hogy az ismétlés van. Nem hogy mondták, az ugyanaz, hogy az ugyanaz, nem? Azt mondták, nem jelezték? Azt mondták, hogy nem szégyellitek-e magatokat, hogy ez most már másfél hét. Mondtam, hogy mi abszolút nem. Abszolút nem. A Balázs egy kicsit igen, mert ő el is utazott, de mi a Janival például tökre nem szégyeltük magunkat. Nem, a szégyenérzet elkerült. A szégyenérzet elkerült, de hiányozni hiányoztak azért, azt elmondhatjuk. Nem, az SMS-ek, a közlekedési hírek, a reflektálások, a kicsit a beszólogatások is nyilván, mert hogy azért abból is kapunk jó néhányat, ez is hozzátartozik a reggeli műsorkészítéshez. Igen, hát ez azért úgy tud hiányozni. Én kérdezem, hogy Zsolt, hogy küldjön át nekem egy 3-4 ezer darab SMS-t, hogy tudjak rájuk válaszolni. És megérted az összesre választ, nem? Igen. Szóval, hogy tud az embernek azért a mikrofon hiányozni még ez alatt a másfél hét alatt is. A koránkelés az nem. Szóval azt valahogy meg lehet szokni egészen hamar. Nem ébredtél így 4:40-kor. Jaj! Nem riadtam meg üvöltve. Szinte minden nap. Igen, te akkor feküdtél. Gondolom sorozatok és minden más, nem? Persze. De mit tudsz még nézni? Hát most Trónokharca nincs, a zombis már lement. Minden mást. Minden mást, igen? Minden mást. Én most nagy válságban vagyok, mert nincs igazán se jó film, se jó sorozat, nem tudok most, hogy mit nézi, a Trónokharca jön nem sokára, most azt már nagyon indul, várom. Indul, ugye a Walking Dead, az befejeződött, a vikingekből még néhány rész van hátra, úgyhogy... Amit te mindig találsz, ami kardozós, partraszállós, kis lovaglós, ölős, lövös. Vagy jobb hiány. Más partraszállós. Ja, igen, természetesen erre gondoltam. Mindig van újabb valami. Újabb és újabb partraszállások. Gyerekek, ha valaki látott valami újat,
És jó, és bevált neki. Küldjetek már egy-két címet, hogy mi az, amit érdemes megnézni. Most egy Utópia nevű sorozatról hallottam, hogy az egész jó, egy ilyen képregény, fantasy, kicsit sci-fi, az jó, de úgy tegnap pont egy ilyen René Witherspoon filmet kellett már megnéznem kínomba. De ez a Szulejmán, ez nagyon jó. Ah, na, jó, azért mindenek a határa. Szóval értem én a dolgot, de azért mindenek a határa. Tehát Szulejmán, először adom oda a Zsűr Balvesét. És ha elvitték, akkor kezdek a Szulejmán nézni. Bár nagyon szeretik a népek ezt a Szulejmánt. Aha. Hát az is ilyen kardozós, lovaglós. Sose fogod megfejteni, mert tudod a sztori végét, ahogy szoktam volt mondani, de hogy addig... mire odáig eljut. Így na, van. De nagyon jó. A Titanic végét is tudtuk, de hát azért a DiCaprio meg az Vincent, hogy egymásra talál. Hát én most láttam azért... valamelyik nap, láttam pont ezt a részt, láttam, ami ugye a Mohácsi síkon játszódott. Várj, álljunk és... egy pillanatra, hogy ültél tele a Szulejmán elé? Szeretni. Tehát, hogy láttad a Szulejmán, te nézed a Szulejmán? Persze, nem, az, hogy, nem, az volt, hogy véletlenül belecsöpögött a sajtszósz a távirányítóba, és beragadt egy gombnát. De gyenge vagy, szóltad magad, nézed a Szulejmánt! De... Igen, pont addig néztem, amíg meg nem történt a nagy egymásnak rohadás, mondom a Mohácsi síkon, és akkor ott futottak egymás felé, hogy a magyar katonákon mindegyiken egy ilyen spanyol típusú tarajos sisakoldan, és akkor, akkor éreztem, hogy hát nem baj, hogy annyit szítuk mi ezt annak idején, mert hogy a történelmi hűséghez nem sok köze van. De azért belenéztél? Belenéztem. Először nem értettem, hogy miről van szó. Kik azok a már, mert azt látom a török hadat, de a másik csapat ki? Ez mi valami német alföld? Valami kimaradt nekem, és nem. Az, ami második Lajosunk volt, meg ami magyar huszárjaink voltak, csak hát nem hasonlítottak. De nem lehet, hogy kaptak. Engem ebben a sztoriban nem ez érdekel, hanem hogy nézed a Szulejmánt. Tehát tudom, hogy véletlen kapcsoltál oda, meg pont beragadta, meg sajtszósz ment a távirányítóba, de azért az, hogy nézed a Szulejmánt, ezzel meglepsz azért erősen. Persze, csak egy téves kapcsolás miatt. Be, én csak, ezt csak az elejét. Nézem én a házi bulit Attilával. jó, na, azt megértem. Sokkal megértem. Jó, én is nézek Buzsika tévét, meg Nóta tévét, minden ilyet egyébként. Na, játszunk akkor egy jót, jó? Érkezik már is a játékosunk, egy új hetet nyitunk, ami rövidebb, mert hogy csak 4 napunk van. Úgyhogy minden győzelem kell. Uh-huh. Egyébként. De legalább hamarabb túlestek rajta. Így van, hamar kikaptok. Megnézzük ki a hét első játékosa. Vatta. Újabb pult. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Hát mindig örülünk a lányoknak, hello! Köszönöm szépen! Dóri, szia Dóri, honnan hívtál minket? Győrből. Otthon még, vagy már munkában? Már hazajöttem a munkából. Mit csinálsz? Ápolónő vagyok. Ápolónő vagy Győrben? Uh-huh. És akkor majdnem Győrben. Majdnem Győrben. Éjszakai műszak volt. Igen, én állandóan éjszakás vagyok. Ezt választja az ember? Vagy ezt valahogy főnököd, aki beosztott téged éjszakára? Én szerettem volna az éjszakát. És akkor szeretsz is minket, mert hogy az alvás helyett minket választottál. Hát igen, hallgatlak benneteket, meg hallgattam az elmúlt másfél hétben a bestopfokat, jókat nevettem újfent. Na, hát annak örülünk. És már fél lábad a paplan alatt, fél lábbal az ágyban, még gyorsan elpopsizol minket, és utána mész aludni? Pontosan így van, és akkor alszom. Nagyon jó. Kivel szeretné játszani? Hát a Janival. Hát, jaj, de aranyos vagy. Teljesen egyértelmű. Hogy miért egyébként nem tudom, de egyértelmű. Ő is poszkás volt annak idején, én is poszkás voltam. Dokollelkek vagyunk. Na jó, mehetünk? Indulunk. Na figyelj, Dóri. 3-2-1, és tessék. Dóri. A Dórit szereted? Vagy a Dórát? Dórinak hívnak. Jó. És Győrben dolgozol? Győr mellett dolgozol. Hol konkrétabban? Győr Zámoly. Ott is élsz? Győrben élsz. Szeretnél kérdezni valami egészen konkrétat tőlem? Hol nyaraltál az elmúlt másfél hétben? Ez nagyon hosszú lesz. Rengeteg helyen voltunk. Te tudtál pihenni mostanában? Pihenni? Soha nincs időm pihenni. Dolgozom. Mindig csak a meló? Van két állásom. Mi a másik? Szórólapozok. Szórólapozol? És ápolónő vagy? Így van. Aha. Na jó.
Alami. Figyeljetek. Hey, és ebből a pillanatban vége. Én kikérem a challenge-et. Na, a challenge-et kérünk. Aha, én kérek a egyet. Miért hogy, hogy légy szíves, hallgass vissza a not, a 15. másodperc, ahogy Győr és Győr zsámoly esett. Zsámoly, bordásfal. Bordásfal esett be. Életem, svécek. Igen, ott mintha lett volna, de nem akartam közbeszólni, mert abból mindig baj van, úgyhogy megvártuk a végét, és akkor... Challenge? Djokovic, Mr. Djokovic. Én egyet kikérek. Two challenges remains. Oké, okay, már csak két challenge-ed van a hétre. Akkor igen. A pont. Feri. Jó, Feri kikérte a challenge-et, lehet. Nem csak azért, hogy ne elkerüljünk minden vitát, nem akarok én veled... Semmi, igazad van. Ha kimondta, behajtjuk. Így van. Dori, hallgass meg, akkor még ne feküdj le, hanem hallgass meg minket a hírek után. De aztán mindenképpen pihenj. Aztán mindenképpen pihenjél, de bejátsszuk majd, ha kimondtad, azt is, hogyha nem, vagy akkor elmondjuk, hogy nem mondtad ki. Ha kimondtad, akkor viszont azt megmutatjuk, hogy nehogy úgy érezd, hogy jogtalanul vettük el. Úgyhogy a hírek után ezt megmutatjuk neked. Anna kigyűjti, megvágja, meghamisítja és kivágja. Jó, illetve beleteszi az igeneket, ha szükség van. Jó, de ez a 9-es hírek után lesz, tehát addig maradj. Igen, idő kell hozzá. Nem, csak kivarizálunk. Hét után. Jó, Dori, puszi. Ha nem mondtad ki, akkor viszont van egy szép ajándékcsomagod, ügyes voltál, és akkor küldjük neked. Jó? Jó, köszönöm szépen, fiúk. Ha Feri hallott valamit, akkor utána járunk meg, megnézzük. Te mire emlékszel egyébként, volt valami? A férjemet megkönnyezem, szerinted kimondtam. Ott a férjed is, milyen csendes. Hát azt mondja, ő nem tudja, hogy kimondta. Jó, megnézzük. Hát lehet, hogy Felix unyókát. Igen. Oké, Dori, köszi a játékot. Jó, én is köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Na, valaki írja már, hogy én mondtam ki. Gyerekek, én annyira figyeltem erre a nagyon durva adok, kapok, szúr, elhárít, védeke, akkora játékot, én annyira figyeltem, hogy nekem ez elkerült a figyelmet. Perzselt a szele. Az elmúlt évek egyik legjobb játéka volt. Hihetetlen, csak hogy soroztuk egymást oda-vissza. Fej, gyomor, állat. Fejemet, hihetetlen pörgés volt. Bődületes nagy játék volt egyébként, őrületes volt, úgyhogy nem is hallottam meg, de meghallgatjuk. Jó, úgyhogy jövünk ezzel. Valamint utána járunk egy érdekes hírnek, miszerint Vastag Csaba rajongói gyerekek egymást verik a koncerten. A világsztároknak jár ez ki, hát érted? A Rolling Stonesnál is volt mindig bunyó. Igen, és hát most már Vastag és ki Csaba... kellett valaki tiltani, állítólag? Állítólag ki kellett valaki tiltani, Vastag Csaba menedzsere is írt, hogy ez most már tarthatatlan, a nők egymást verik, és írtak egyfajta... Na itt egy tízes zsebbe, aztán akkor mondjam, hogy tényleg jutottunk. Igen, reagálást a Facebookra és minden közösségi médiára, hogy aha, állítsák le magukat a csajok, úgyhogy felhívjuk Vastag Csabát és megkérdezzük, miért verik egymást a nők az ő koncertjét, kik ezek a nők, miért akarják ennyire kisajátítani, mit akarnak tőle, normálisak-e, és miért van veszélyben Vastag Csaba? Állítok, hülyére verik egymást. Amíg. És mindenki Vastag Csabát akarja. Na most mindig abból van a baj, hogy vagy vele voltál, vagy nem voltál vele. Már hogy Csabaként, érted? Mm-hmm. Szóval, hogy vagy mindenkivel, vagy senkivel, hát igen. Csabi. És lehet, hogy már nem bírja annyira, azért már ő se fiatal. Tehát, hogy itt a nők egymásra haragszanak. Igen. Tehát, hogy itt Kati veri Jucit, Juci veri, mit tudom, Ildit, és Ildi veri az összes mm-hmm. riválist és konkurens. Ahelyett, hogy mindannyian Csabát. Mindannyian Csabát verni. Na, úgyhogy ennek próbálunk utána járni, jó? És közben, drága hallgatók, már gondolkozhattok azon, hogyha volt nektek olyan pasi, vagy nő az életetekben, akit nem lehetett levakarni, nem lehetett egy elutasítással elküldeni, ment utánatok, kisajátított benneteket, folyamatosan zaklatott, írjátok meg nekünk, mert hogy ezzel foglalkozunk majd, hogy mit csinál az ember egy olyan rajongóval, egy olyan excel, egy olyan pasival, vagy olyan nővel, aki kicsit bolond, és nem száll az illetőről. Hát mindenkinek van ilyen, nem? Hát igen. Mindenkinek volt legalább egy ilyen. 7 óra múlt 1 perccel jövünk Csabával, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk újra élőben. Mm. A Klasszon húsvét után nekünk egy kicsit hosszabb volt a szabadság, bocsánatot kérünk ezért, de itt vagyunk újra, és most már tényleg élőben vagyunk. Az Instagramon egyébként, ahol egy szintén ugye nagyon kis létszámú, de nagyon elit társaság vonult. Nőtt valamit? Figyelj, csak mondom egyébként, hogy egészen megdöbbentő, mondom, 34 ezer vagyunk már az Instagramon, ami nagyon nézem nagyon is. Klassz, 6000
ezerről indultunk Afrikában, és 34 ezeren vagyunk. Én szeretem, hogy nem 300 ezer, nem 500 ezer, bár az Insta soha nem olyan népszerű, mint a Facebook, de hogy 34 ezeren vagyunk már az Instagramon, és ott a bizonyíték, hogy élőben egy napi sajtóval, Jani Feri is maga elé vette a napi sajtót, csak hogy mindenki lássa, hogy valóban élőben vagyunk. Ugye néhányan nem hitték el, és azt hitték, hogy ez még mindig best of. Így próbáltuk bizonyítani, tessék hozzánk csatlakozni. Hát a Facebookot mondanom sem kell, viszont az Instagramot egy kicsit más típusú képek vannak. Sokszor olyan van az Instán, ami nincs a Facebookon. Az egy elit. Elitebb. Sokszor szónál kicsit megakadtam. Sokszor mondom van neked ott az olyat. Utolsó kép, igen, hát az nem is tudom. Az most reggel volt. Az 4 hete. Igen, de hát idő kellett megrészteni, mert az ugye egy videó volt. Az egy táncos videó. Egy táncos videó. Tehát így van. Azért kellett idő. Csak azért mondom, hogy esetleg valaki összezavarodna, a középső vagyok én. Fönt Feri, lent Balázs, középen. Igen, ha már igen, ennyit voltunk távol, akkor nézzétek meg, hogy kicsoda Jani, igen, ő van középen. Na, Feri kikért egy challenge-et, ugye már, ami a Fekete-Fehér igen-nem játékot illeti, mert hogy hallott valamit, ugye Dórival játszottunk, mi nem hallottuk, akkor a adokkapok volt, szurkapiszka, bevesz, hárít, átszúr, átad. Hát a Fekete-Fehér igen-nem Waterloo-ja. Hihetetlen, tényleg, szóval elképesztő játék volt, úgyhogy nem is nagyon hallottuk, viszont Feri észrevett valamit, hogy Dóri talán kimondott egy tiltott szót, megmutatjuk, jó, hallgassátok? Győrzámoly. Ott is élsz? Ott is volt. Ott volt. Ott volt, igen. Úgyhogy drága Dóri, ha hallasz minket, mondtuk, hogy ne menj el aludni. Sajnos nem tudjuk az ajándékcsomagot odaadni. Ne haragudj. Mert hogy ott volt, többször visszahallgattuk, ez egy elég egyértelmű, igen. Akkor nem vettük észre, de Feri füle döbbenetes. Hát alatta ott éreztem, hogy bejött ez az igen, mondom, hagyom, mert ezt a tempót, ezt már alig bírtam követni. Hát, tehát akkor várjuk meg, hogy mi lesz a vége. Pont ott ébred fel Feri, és csak ezért tűnt fel. Ott megriadt, igen. És aztán azonnal visszaalud, igen. De nem, Feri észrevette, úgyhogy... Akkor egy pont ide. Úgyhogy 1-0-ra vezetünk, egy döbbenetes játék után. Sikerült az első pontot behúzni. Szegény Dóri, most már el tud menni aludni, viszont ajándékcsomagot nem tudunk adni. Már szóltak egyébként a promóciótól, hogy minden egyes visszaszerzett ajándékcsomagból kapunk egy baseball sapkát, és új baseball sapkáink vannak, csak mondom. Így van, új baseball sapkáink vannak olyannyira, hogy ugye a hármasugrás játékban, illetve nem pontosabban mindegyikben, az Owen bácsinál, a Fekete-Fehérnél is, Morning Show's baseball sapka. Vadi újak. Annyira új, hogy még sose volt baseball sapka. Nem. Vagy volt? Már nem volt Morning Show's, ugye? Ez egy új termék. Fotót róla az Instára? Fotót róla az Instára. Ma már van az Instára. Jó. Azért egyre nevek közé magadból. Jó, azért ne kapassuk el őket, hogy egy nap két fotó is az Instára. Hát azért hova gondoltok? De nem tényleg megmutathatnánk egyébként. Nagyon csecselett. Visszafogott. Szép. Szerethető, nem nagy rajta a logó, nem nagy rajta a felirat, a kis abszolút diszkrét. Sárga? Nem, fekete a baseball sapka, és fehér rajta a felirat. Direkt nem akartuk csicsázni, mert jött ilyen. Így van, meg a fekete sárga. Nem sárgul, tudjátok. Ez az egyik, másrészt meg olyan kis szép fehér a felirat, hogy azt fekete filccel átolt sátérezni, hogy bármikor, bármire akarod adni. Igen, de tényleg jó, hogy jól megnéztünk. Menő. Na nézzük a közlekedési híreket. M0-ás elesett a Törő Bálinti lehajtótól Annahegyig áll, az M1-es felé futi küldte nekünk, aztán Pécsett a budai Vámnál, de gondolom lehet, hogy Várnál, nem tudom, egy Penis kamionról leborult egy csomó bolti áru a városból kifelé, üdv, köszönjük szépen. Trafi a 47-esen, Mikepércsen a benzingút után, Derecske felé menőket, Mériket Zsolti küldte nekünk, valamint az M5-ös 49-es kilométer kövénél Pest felé autó az árokban, rendőr már a helyszínen. Aztán valaki boldog születésnapot kíván magának, köszönjük szépen, de nagyon jó boldog születésnapot magamnak, Zoli Gyöngyössöl. Zolikám, hát akkor ezt te kis dúcsét. Jól teszed, elébe mentél a dolgoknak, de ez így jó. Igen, mi is felköszöntöttünk téged. Na, ugye Vastag Csabáról ígértük, hogy beszélünk, de előtte még egy mondat a témához kapcsolódva, nem azzal kapcsolódva várunk SMS-eket, hogy kit hogy üldözött az ex-e, mert hogy Vastag Csabát is üldözik a rajongók, hanem olyan történeteket várunk hallgatóinktól, amikor is egy olyan pali vagy egy nő üldözött benneteket, akivel ugye nem volt semmi. Lehet, hogy én mondtam rosszul, de mégsem tudtátok levakarni magatokról, jött utánatok, nyomult, és nem hagyott békén az exek, hát azok sokszor teszik ezt, de ezt a témát már feldolgoztuk, viszont őrült zaklatókról, nyomuló, félbolond pasikról, nőkről még kevesebbet beszéltünk, vagy még nem beszéltünk. Tehát ő beléd szerelmesedett, vagy legalábbis azt gondolja, te nem adtál rá okot, vagy egyszerűen kedves vagy voltál. Ő úgy érzi, hogy adtál rá okot. Igen. Mert visszanéztél, visszamosolyogtál rá, vagy egyszerűen nem voltál vele elutasító. Mert hogy Vastag Csabát is üldözik a nők, gyerekek. Hát ami az... nem csoda.
Miért nem? Hát mert jó kiállású, hát fiatal ember és egyesmerően néz. Ott van például az a valami. Az a híres. Gyerekek, olvastam, hogy már az ő managerének, ami drága Andorunknak kellett kiírni a Facebookon egy hát távolságtartó végzéshez hasonló kis levelecskét, hogy azon nők, akik egymást verik a koncerten, és nem tűrik a konkurenciát, maradjanak távol. Hagyják végre békén! A Csabát is keresenek engem. Posztom. Vastag Csaba managere. Jó, nekem a lepattanó. Írta Andor. Nem. Ugye megüzenték a Facebookon, hogy hát békét akarnak, és van állítólagosan négy hölgy Vastag Csaba koncertjén, akik ütik-verik egymást, ütik a többi nőt, kiszurkálják egyes rajongók szemét, most nyilván nem a szó legszorosabb értelmében, és hogy tönkre teszik Csaba életét, ezért őket kitiltják a koncertről. Mindenégyüket. De mit csinál? Három testőrt és D'Artagnant is. D'Artagnan zavarja a legjobban egyébként. D'Artagnan a kalapban, a hosszú kardjával, a kis bojtos sisakjával nagyon zavaró, igen. De mi történik? Bemegy négy nő, nyilván ott vannak már buli előtt négy órában, mert ők az első sor. Ez és biztos. Ha mellettük valaki áll, és fölkiabálja Csabának, hogy szeretlek, akkor azt megverik? Vagy ha úgy néz a Csabára, akkor nem, mert én jobban szeretem? Vagy? Nem, szerintem arról van szó, hogy ez a négy nő, ez valószínűleg úgy érzi, hogy Csaba csak az övé. Aha. És ez a négy nő, ez követi, nyomul, verekszik a többi nővel, lögdösödik, hajat tép, sikitozik. Tehát egyébként ez valóban idegesítő lehet egy idő után, hogy van négy nő. Hangosabban sikitozik, mint mindenki más. Igen, és van négy nő, aki tönkre teszi az ott bulizók életét, Csaba életét. Lehet, hogy megvárják egyébként a lépcsőházban Csabát? Egy madzaggal a kezükben, hogy egyszer elkössék. Ott várják minden este, a Havannán a panel. Elkössék Csabát, elrabolják, erős izgalmi állapotba spárgát tekerjenek a férfiassága köré, és ezzel vérbőséget okozva. Tehát, hogy... A répa nem volt csak spárga, de zseng. De egyébként valóban idegesítő lehet, tehát én ezt megértem. De hogy tiltasz ki négy nőt így a koncertről? Kirakod az ő fotójukat, és azt mondod, hogy no entrance? Aha. Marika, Zsuzsa, Irén és Katika. No entrance. No. Hogy tiltod ki őket? Nem korlátozhatsz valakit a személy szabadságában, hogy hova menjen. Szerintem nem? Saját koncertet, de megteheted, hogy igen, nem engedsz be négy embert. Kiraksz egy Most Wanted feliratot, és Irénkével ott áll. 1000 forint. Fekete-fehér A4-es lapok, a Wanted Dead or Alive, és az Or Alive át van húzva. Igen. Tehát ez hogy működik? Az a helyzet vele, vagy az a nehéz benne, hogyha vidéki koncertturnén vagy valahol, ahol nem a te embereid vannak, ők ugye be fogják engedni. Így van. Tehát a győri vagy nem tudom megkülönböztetni őket a biztonságiaktól. Mert annyira bajszosak? Vagy azok mit sikítanak. Tehát tényleg, egyébként szerintem ez a négy nő egymás se kedveli. Tehát itt nem arról lehet szó, hogy ez a négy nő egyébként kéz a kézben karöltve elmegy és elpusztítja a konkurenciát. Ez a négy nő szerintem egymást is gyűlöli. Tehát itt négy bolondról van szó. De négy különálló, vagy ők azért egy most csapat. Lehet, hogy durván fogalmaztam, négy fél bolondról. Aha, most már téged is gyűlölünk, nem csak Andor. Most húztad ki a gyufát. Én mindig azt mondom, ha elrabolnak, keresetek, tudjátok, de ne adjátok föl. Valakinél ott lapulok, vagy egy gödör alján. Ez nem lehet, hogy ez olyan csapat, ez a négy ember, akik ismerik egymást, együtt járnak koncertre. És együtt hűltek meg? Egy picit együtt, igen, és belülről történt valami, az egyik azt mondta, hogy neki mondjuk a Csaba dobott egy puszit koncerten. És ezt ő magáénak érte. És ez egy jel, hát engem szeret, értsd meg, és a másik azonnal mondta, hogy nem, az nem is neked, mert hanem felém jön. Van ez a fajta őrület, amikor rád néz, és azt hiszed, hogy csak rád nézett, amikor dobott valamit, és azt hiszed, hogy csak neked dobta, és amikor valaki másnak dob, azt meg akarod ölni, mert neki nem dobta, hiszen ő az enyém. És ezek a lányok... nagyon durva szemtengely feldüléseddel azért mindent félreértesz. Hát akkor meg annak, tehát ezek a lányok valószínűleg tényleg kisajátították Csabát úgy, hogy senki mással nem beszél, senki mással nem kommunikálhat, ha valakire rámosolyog, azt a szünetben agyonverik. Tehát azért ez valójában nyomasztó lehet, nem? Hogy ad Csaba valakinek egy plüssállatot, és a következő pillanatban azt látod, hogy az a négy őrült agyonveri azt a lányt. Pedig nem csináltál más, csak elfogadtál Csabától egy plüssállatot, vagy mondjuk rám egy puszinak. Rám kacsintott, rám nézett, ide dobta a puszit. Hát most képzeljétek, mi lehet például egy MNB-s sajtótájékoztatón. Hát ott mi? Hát aztán. Hát ott a... Gondold el azok az újságírók, akik szerelmesek Gyuri bácsiba. Hát Gyuri bácsi, érted, kidob egy puszit valakinek, nekem küldte, rám nézett. Nem is lesz kamarvágás. Nekem mondta, hogy nem lesz kamarvágás. Nem kamarvágás lesz, puszi lesz nekem. Na, hívjuk fel Vastag Csabát. Heti válaszos lennék. Nem.
Kérdezzük meg, hogy mi van ezzel a négy nővel? Kik ezek a csajok? Mit csinálnak valójában? És miért áztattam el a telefonomat? Na. Ezt mindenképpen kell, az utóbbit mindenképpen kérdezzük meg Csabát. Lyukas a bögrém? Vagy mi történt? Gyerekek, elázott a telefonom. Na, hívjuk Vastag Csabát. Jó, és megkérdezzük, hogy kik ezek a csajok. Egyébként én egy picit megértem, nem könnyű az ilyen nem, hát. Hát neked volt, aki forgatáson. Fú, nekem nagyon, nekem volt olyan, aki bejött az öltözőbe, na, volt olyan, aki ez már Jani küldtem ki. Jó, de az, hogy Jani örült neki, az három más. Három órát várt rám egy parkolóban. A jobb lábára, és ott honszolt hallottál. Hidd el, hogy én is jó vagyok. Három órát várt rám a Mamut parkolójában, a rádió DJ előtt, és gyűrűt hozott nekem, hogy ő tudja, hogy én egyszer el fogom venni. És mindig mondtam ennek, hogy menj már ki, nézd meg, hogy ott van-e. És ott volt. És egyszer te kimentél. Így van. És elküldted. Csak lekevert két pofont, és visszajött. És láttam, hogy ott áll egy medve, a jobb és a bal kezébe egy vödrös vazelinnel. Persze, öklő. Igen, nem mondom. Nem még korábban. Volt, hogy beszökött az öltözőmbe. Tehát beült a Balázs Show közönségébe, kipuhatolta, hogy hol van az öltöző, beült, és simogatta, és szagolgatta. Leültél a kalapért, és fura volt, hogy hangot ad. Azért azt tudod, mi a dolog? Bemész a saját öltöződbe, ott vannak a személyes cuccaid, és ott ült ez a lány, és simogatta a ruháimat? Tehát azért ott én tényleg megrémültem, és azt mondta, hogy csukjam be az ajtót. Mondom, jó, kicsit, jó, kívülről, egyedül maradsz. És ki kellett vezetetni a biztonságiakat. Tehát ezért az tényleg dermesztő egyébként. Légy színes, simogatod, az nagyon drága düftin. Volt olyan, hogy rákacsintottál? Vagy neki mondtál forgatás közben valamit? Tehogy mondtam. Nem, a gyűrűt elfogadtam, de hát azért, hogy ne bántsam meg. Tehát, hogy azt elvettem tőle. Azt még talán neked meg is mutattam, egy ilyen műanyag, vagy egy ilyen nem, porcelán. De csak azután fogadt el, hogy megnézettük ötfössel. Most tényleg 24 karátos valami. Na, de ezzel szóval meg elkezdte táplálni a dolgot. Hát ez is micsoda butaság volt, azt csak elfogadni. Attól féltem, hogyha visszautasítom, akkor viszont elragol. Te tartsd. Hát lehet, hogy jobb lett volna, érted? Legalább túl vagytok rajta. Hát lehet, hogy csak darabokok ültek volna vissza Kolosi Péternek. Ha az enyém nem lehet, ne legyen másé sem. Na, megkérdezzük Vastag Csabát, hogy mi a helyzet a csajokkal. Itt van Csaba, jó reggelt, hello! Szép reggelt mindenkinek, sziasztok! Szia! Hello! Na, kik ezek a lányok? Ezt mondd meg nekem. Hát nagyon, nagyon tömény téma ez így reggel 7 óra 20-kor, nem? Tehát azért ennél tetemesebb szerintem. De mi a helyzet? Akkor hagyjuk. Akkor nem is érdekes. Csak egy 15 perce húzzuk föl, érted? Megágyasztunk neked? Nem érdekes. Mondjuk a sztorit, érted? De hogy kell egy sztorit úgy megölni, ahogy senki rá? Akkor jobb később, hogy soha alapon beszélgessünk a tojásfestésről. Ez jó, mert a tojásfestésről. Igazából az a helyzet, hogy távol álljon tőlem tényleg, hogy tartsak a hölgyektől. Tehát nem erről szól ez a dolog, és nagyon-nagyon tisztelek is mindenkit, nem ez a dolognak a mozgatórugója. Csak tényleg van, ami már tényleg viszonylag sok. Tehát nálunk a koncerteken amúgy is híres az, hogy bizonyos etikai és tág etikai határokon belül mindenki azt csinál, amit akar. Nagyon nagy szabadság van nálunk, de azért van, ami... mire gondolsz, hogy ez így konkrétan mit jelent? Hogy a ráadás után bárki ráülhet az arcomra? Ez hogy kell értelmezni, hogy itt mindenki a semmit akar? Azt csinálom, amit akar. Nekem egy ilyen nagyon interaktív hangulat van, ami egy tök jó dolog. Tehát ezt nem is akarom megváltoztatni, hogy szabadság van, tényleg mindenki úgy érzi magát jól, ahogy szeretné. Itt igazából arról van inkább szó, hogy az események után, amikor már mondjuk mit tudom, szeretnél hazamenni, és hajnali 4-kor nem arra vágysz, hogy még tényleg, ahogy ti is mondtátok, a házad előtt megvárva még beszélgess, vagy esetleg nem is csak beszélgess valaki. Na de várjál, de nézzük konkrétan, mi csak ők négyen vannak, tehát négy célszemélyről beszélünk, ők ismerik egymást, vagy ők bolondok? Fogalmazunk direkt. Mondjuk ki, mit akarnak, mit csinálnak? Igazából nem négyen vannak különben, és az állított, hogy nem is nagyon foglalkozom ezzel az ügyel, ez egy menedzsmenti döntésnek az eredménye, a menedzserem is nekem. Most már fölhívtunk adásra, hogy mondj valami konkrétat, tehát most fél óráig tényleg rólad beszélünk, nem négyen vannak egyébként. Ez az első ilyen kör, amivel elkezdődött egy fajta ilyen irányú intézkedés. Mit csinálnak? Tehát segíts nekünk, mert elolvastam a cikket, engem ez a dolog érdekel, csak tényleg kíváncsi, hogy dobálnak, elrabolnak, követnek, verekednek? Igen, szerintem egy picit ő maguktól szeretné önmagukat megvédeni az a helyzet, mert voltál... Mert a saját hajukat tépik? Vitten kívül, tehát hogy voltak fizikai inzultusok, amiket esetleg egymás irányába tettek meg. Folytogattak a melleikkel? Nem engem bántanak, ezt hangsúlyoznám egyébként. Engem az bánt, hogy egymás bántják, és ami ennél gázak különben, hogy ez sajnos nem egy ilyen
konzekvens dolog, hogy csak és kizárólag fizikai módon működik. Ezt az internet szabadsága okán a Facebookon is tudják egymást elég hosszasan. Tehát van négy nő, mind a négy nő sajátjának érez, vagy többen vannak, és a négy nő egymást írtja, veri, fizikailag bántalmazza, lelkileg terrorizálja? Ami ennél sokkal gázosabb, hogy a többi effektíve, hát a normális szót nem merem kimondani, mert ebben már volt már problémám régebben. Tehát, hogy a többi, több százezer normális embert effektíve elijesztik ezzel a viselésre. De mit mondanak, hogy a Csaba az enyém, nem a tiétek? Vagy magukénak éreznek? És utána pedig ütnek a francia kulcsa. Kisajátítanak? Nagyon, igen, ez a kisajátítás egy jó szó szerintem. Nagyon sok helyszínen van, hogy esetleg. Írsz fel valahol, Csaba, hát esetleg azt látsz, hogy nyugodtan nem vagyok szóirigy. Figyelj, nagyjából az előbb így kicsit behallgattam a dolgot, hogy Balázsnak is volt ilyen, vagy és az teljesen megértett, hogy miről van szó, és az egész valós, hogy ezt rásul nagyon leírni, viszonylag nehéz is, mert ezt bárkivel elő tud ilyen fordulni, nem is rólam van ebben az esetben szó, ez akárkivel, akármikor előtt. És volt, hogy ez a négy lány, vagy öt lány, tök mindegy, hogy megfenyegette a többit, hogyha elfogadsz egy puszit, ha hozzáérsz, meggyilkolak, megöllek, kitépem a haját, tehát hogy inzultálják a többi rajongót? Inzultálják közben, valaki fenyegeti a többieket, így van. Jézusom. Egymást is egyébként hozzátenném, ezt jól kifejtették az imént, hogy ők négyen valószínűleg nincsenek is jóban különben egymással, de itt igazából senki nincsen jóban senkivel, akik ebben. Úgy szeretnék, ha azt csak a rajongót állatot tartozik. Igazából mindenki után mindenki. Ebben a körben, akik benne vannak. Szóval az a helyzet, hogy tényleg itt most arról van szó, hogy van sok-sok százer normális jó barátunk, és én nagyon sok mindenkivel szeretnék foglalkozni, és nem csak ezzel a pár úgymond kisajátító jellegű egyén. Ők mindig az első sorban állnak? Tehát azok az igazi idióták, akik beállnak az első sorba, és írtják a többieket? Ilyen erőszakokat én nem merek használni, mert volt már tényleg tavaly ebből gáz. Hát nem mondjuk konkrétra, hát ez bárki magára veheti. Nem? Tehát aki magára veszi, akkor azzal el is ismeri, hogy az. Ha már itt tartunk, egyébként egy nagyon fontos dolog az is, hogy mi direkt nem is személyeskedünk. Tehát a Facebookra sem írtunk ki neveket, és nem szamárpad van nálunk, és szégyenfal, meg ilyesmi. Mindenki, aki valóban magára ismer ebből a dologból, arra vonatkozik, illetve a komolyan illetékeseket igazából kísérni. És akkor megvárnak téged például a koncert? Én próbálok továbbra is konkrétat kérdezni, gyerekek, tehát én nem adom fel. Hát de jó, szedd ki belőle. Nézz előre, megállapodatlan, vagy egy faltörő kos. 12 percet próbálok egy konkrétumot kizetni, de nem adom fel. Tehát ők megvárnak koncert után? Megvárnak, de nem az a baj, hogy megvárnak egyébként. Hanem hogy beraknak egy csomagtartóba. Igen, és azon veszed észre magad, hogy gyors kötöző fóliával össze van kárva mind a két csuklód, és hogy térdiktól a bőrnadrággal fekszel egy kezdve parkolóba. És mindenhol fáj. Hogy arról van egy szó igazából, hogy egymás között is egy ilyen állandó hierarchi harcban vannak, ami nagyon sokszor ismétlen még egyszer fizikai inzultusba is át tud menni, amit személyesen magam is láttam. Ezek után, hogy írtunk nekik levelet, ők visszajöttek, hogy hát bizony őket függetlenül ugyanúgy fognak jönni mindenhova, és ugyanúgy nem érdekli őket az, hogy mi erről szólt. Igen, erről beszéltünk, hogy ugye hogy tudsz valakit kitiltani, aki tényleg egy kicsit bolondabb, hogy kiírod plakátra, Facebookra, megkéred őket, távolságtartás, légzést szerzel be, tehát nem lehet nagyon őket irányítani, gondolom. Igen, most gondolj vele, hogy én is, mint mondjuk effektív egy, nevetni fogtok, mondjuk egy jó fagyizós, vagy egy jó pék. Nekem nem az a dolgom, hogy kifűtsem a közönséget a helyszínekről, tehát én nagyon-nagyon örülök annak, hogy jönnek ide a pékek. Azért meg gondolom, hogy ha mit nem van egy fagyizó, és sokat visszajárnak hozzá, nyilván örülsz neki, hogy ezeken tízlik a portékát. Nem értettük, hogy miért diszkriminálod a zöldségeseket. És mi a bajod a pékekkel? Igen. Szóval, hogy ez nem erről szól, hogy szóval akkor ezt az egész dolgot úgy képzeljük el, mint mondjuk a Trónok harca sorozatot, hogy vannak ezek a rajongók, ezek az őrült rajongók, olyanok, mint a különböző házak, te pedig a vastrón vagy, akiben mindenki bel akar ülni. De Kazi kérdez egy nagyon jót, hogy miért nem adod meg a Tomi telefonszámát? Tehát, hogy én az a baj, hogy már tudják egyébként, és Atyaisten! Tudják az enyémet, és már nem bírja. És ami gázosabb, hogy nagyon sokszor, és ez is jó, hogy szóval jött, a családunkat is belekerülik, tehát anyukámat, apukámat, akik az internethez, a Facebookhoz olyan nem értenek. Őket is kihasználva nagyon sokszor így ilyen furmányos módon információkat gyűjtögetnek, oda mennek. Nyilván, ha félig komolyra fordítjuk, próbáljuk azért csak ahhoz konkrétumok kellene, de azért egy idő után nyilván azért ez baromi nyomasztó tényleg, hogy nyomulnak, nyomoznak, beleszólnak. Meg a Tominak is rámegy az egészség, hát már intravénásan kapja a ginzenget. Csabi, legyünk őszinték egymástól, illetve te hozzánk. Valamelyikkel volt valami?
Egy odanézés, egy puszi. Én szerintem, akinek volt ilyen rajongója, azt tudja, hogy ezektől nem is kell hozzá. Nem is akarsz tőlük semmit, annyira bolondok. Épp az, hogy nem volt semmi egyébként. Hozzátenem, hogy van olyan egyébként a nagy masszában, akik, van egy, aki azt hazudja mindenkinek, hogy valamelyiknek a becene van nagy massza? A négy közül? Nem, de tényleg, valaki azt hazudja mindenkinek, hogy velem él, és hogy gyereke van tőlem, de valaki tényleg meg is fenyegetett igazából, és akkor van, aki megfenyegetett, tényleg? Te jó is, de mit, hogyha nem leszel az enyém, akkor megöllek, vagy elrabollak, és egy gödör alján babázol majd velem? Igen. Vagy veszek egy fulortomi lemezt? Van ez a fajta, tudod, aki ha nem lesz az övé, akkor ne egyen senki. Egyébként tényleg így van. Gondolat, és ezt ki is fejtette bőven, nem, ismétlem még egyszer, nem arról van szó, hogy tartanék a hölgyektől, és ez nem is rólam szól, még egyszer azt szögezem, de van, aki, ez egy jó sztori volt például, amikor egyszer este 8-kor kezdődött egy koncertünk, megálltam a kocsival a helyszín előtt, és véletlenül egy másik autóval mentem haza, és másnap, tehát 24 óra múlva hívtak fel a biztonsági erők, hogy gyere már vissza, mert itt egy kis lány már 24 óra elvitted a Józsi autóját. A főnök már autót keresi, az egy 26 milliós Porsche. A főnök nagyon zabos, igen. És ott álltak a te kocsid mellett egy napig. Igen, így van. Jézus Isten! De mondjuk ez még nem is olyan nagyon gázos egyébként. Ismétlen még egyszer, ebben az esetben én saját maguktól igyekszem őket megmenteni, és nem, engem nem zavart. És volt, hogy te a színpadon álltál és végignézted, mondjuk, hogy két a négy említett csaj közül kettő éppen hülyére veri egymást? Tehát volt ilyen? Volt ilyen, de nem koncert közben utána. És ezek viszont nem biztos, hogy annyira jó dolog. Hát dehogy, hát ez nem jó, hát ez dehogy jó. Hát zaklatják a többieket, nem, persze. Igen, és tehát effektíven nem tudnak oda jutni általuk a normálisabbak, de van, aki az interneten adja ki magát mondjuk nekem, tehát hogy úgy értem, hogy azt játszom, mintha én beszélnék a többiekkel, és ilyen áll profil néven hűít mindenkit azzal, hogy ők velem beszélgetnek, és közben meg egyáltalán nem így van. Basszus, hogyha ekkora buli nálad, akkor nem is hardcore koncertekre kéne járnom, hanem hozzá. Tehát sokkal nagyobb a daráló. Figyelj, én bevállalom, hogy elmegyek, dobok egy puszit neked, aztán megveretem magam. Én ilyet még nem éltem át. Hát rám is féltékenyek lesznek. Nem tűnik föl nekik, hogy... Kapjátok el ott a Balázs imitátor bukszát! Felveszek egy magas sarkút, dobok egy puszit, nagyon hülyére veretem magam. Tehát nekem ezzel nincs bajom, szívesen megcsinálom. De nem, tényleg értem én közben, hogy ezért humorizálunk, de ezért ez nem egy könnyű dolog. Szóval, hogy idő után azért sokkal zavaróbb tud lenni, mint amennyire szórakoztató vagy vicces. Persze. Igen, azért nem, rásul, nekem türelmem is viszonylag végtelen van hozzá, és tényleg... Viszonylag végtelen, de most ha megláttam őket, megolom. Igyekszem mindenkinek nagyon sok esélyt adni, tudod, és hogy van, hogy elhessegetem a dolgot, hogy nem, ők mégsem annyira bolondok, mint amilyenek tűnnek, vagy mégsem úgy van, csak én hittem azt, és hát nyilván sajnos néha rá kell jönni. Nem tudod otolni a Posztobányi Andort, hogy egy jó se bírja. Hátsó keze zavarjon le nekik, vagy valami? Pont ez történik. Egyébként, hogy Posztobányi Andor barátom és egy menedzserem, ő is te ezt a Facebookra, ő is az egésznek az intézője, úgymond, aki ezt az intéző. Viszont négy napjára volták, és senki nem tud róla semmit. Kézben tartja, tehát nem én írtam ki a Facebookra, nem én foglalkozom az egész, én tényleg a lemezemmel igyekszem foglalkozni, és ez nem reklám, Gyugi még semmi ilyesmi nincsen, mert hogy megjelenik a jövő héten, tehát nem... És amúgy az újságokhoz sem mi mentünk, tehát ez nem egy ilyen reklám. Nem, akár persze, egy lemez előtt egy héttel, ez abszolút nem. Így van. Ez rohadtul nem, abszolút nem reklám, lemez megjelenés előtt egy héttel. A bűnös jöttetek, hiszen el sem jöttetek. Nem, azt mondom, hogy nem egy hét múlva fog megjelenni, tehát nem tudom még, hogy mikor lesz lemezünk, tehát nem ez a reklám. De van még egy másik sztorim is, például tök érdekes, egy nagyon kedves úriember hívta fel az anyukámat, hogy na, akkor lehetne jönni. És anyukám nem értett, hogy miről van szó, és akkor kiderült egy hosszas beszélgetés után, hogy az úriembertől bizony elvált a felesége, aki úgy gondolta, hogy hozzám fog majd költözni, és anyámat azért hívta föl, hogy lehet menni a nőnek a cuccaiért, ha már egyszer hozzám költözik, és igazából szó se volt erről, hogy azt sem tudom, ki az egyébként, de egyébként megmondom őszintén, azóta sem tudom, hogy ki az. Úgyhogy ezek ilyen, én tényleg nagyon tisztelek mindenkit, és tényleg maximálisan csak hagyjanak már mindenkit, hogy van, találkozom mindenkit. Lemezt vegyék meg, nem a jövő héten jelenik meg, hanem bármikor is régen. Bármikor jelenik meg, vegyék meg a rólt életbe, azzal segítenek rajtam. Vagy vegyenek kettőt, vagy mit tudom. Esetleg kettőt, hármat, és ha Tobi is már kiadott valamit, akkor tőle.
Szóval na jó, igen. Egyébként értjük, humorizálunk, de azért ez nem egy könnyű élethelyzet. Jól van. Hát figyelj, sok erőt, az ember nem nagyon tud mit csinálni, együtt kell ezzel élni, tényleg nem tudod se őket eltiltani, semmit. Tehát, hogy, te mit csináltál például? Mi volt a filmnek a vége? Hát most meséld el neki. Figyelj, valahogy eltűnt, beült az öltözőbe, szagolgatta a ruhákat, aztán egyszer csak nem jött tovább, nem jött többet. Ez nem jött ki. Igen, de hogy nem tudom, hogy miért szívódott ő fel, vagy mi történt veled, de hogy valahogy ez megszűnt, ez a fajta őrület. Egyébként nyomasztó volt, tehát ez nekem hónapokig tartott, mondom, már Janit kiküldtem, szóval ez hosszú ideig tartott, aztán valahogy véget ért ez a dolog. Na igen. Szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon nagy szeretete várunk mindenkit, és nem arra, hogy a jövő heti Népligetben az E-klub koncertre, péntek este kérdezik. Várjál, ugyanígy lecsónak való paprikára. Na jó, és kitartás. Tényleg szeretettel várunk mindenkit, és nem arra van szó, hogy bárkivel probléma volna. Itt ez egy nagyon régóta húzódó eset, amit azt hiszem mindenkinek az érdekében meg kell oldanunk. Azt hiszem leginkább az övékben egyébként, az ő érdekük ez. Hát beutaló az elmegyógyintézetre, persze. Csaba, vigyázz magad, a köszi, hogy elmondtad. Legjobbakat, szépen. Csáó, vastag Csabának, köszönjük szépen, hello. Csabi, köszi. Csáó. Azt gondolkod, hogy mit jelent az, hogy viszonylag végtelen az az ismert univerzum határain belül? Azt nem tudom, de nem egy könnyű élethelyzet, nem? Azt gondolod, hogy ott van 4-5 nő, aki agyonver mindenkit, aki ezt te hozzáérsz, fotózkodsz, rámosolyogsz, hát ez olyan fura. Na jó, meghallgatjuk Ákos híreit, jó? Oven bácsival, Berulinivel játszunk, majd a hírek után, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 4 perccel szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, újra itt vagyunk már élőben a szabadságunk után. Nem azért hangoztatjuk ennyiszer, hogy szabadság, hogy milyen jó nekünk, hanem hogy akik ugye esetleg még beszóra számítanak, tudják, hogy most már élőben vagyunk. Ez elég lenne annyit mondani, hogy már élőben? Igen, nem akarom én igen. Rángatni senkinek a nem létező vagy éppen létező bajuszát. Újra élőben. Itt jó, vagyunk, mondjuk megint, ezt, ne, igen, mi vagyunk. Ne irítáljunk itt olyanokat, akik esetleg nem tudtak elmenni szabadságra. Mondj pontos időt például, még ha helytelenül mondod, akkor... 8:16. Na, 8:16, április 2. Egyébként a többi az abszolút stimmel. Jaj, nagyon nevettem ezen a Vastag Csaba interjún. Én kedvelem őt egyébként, nagyon jó lelkű fiú. Tehát, hogy most is úgy fogalmazott, igen, hogy a lehető legnagyobb tisztelettel, kedvességgel 6-8-10 olyan valószínűleg tényleg kicsit elmeháborodott lányról, akiket se levakarni nem lehet, sem megállítani, se jobb belátásra bírni, és ez valójában nyomasztó lehet, de hogy ő még mindig próbálta tartani a képet, és úgy fogalmazni, hogy aranyosak, kedvesek, de nagyon finoman kér őket, hogy ne csinálják. Hát mi négy emberről lehet. Beszélünk. Mi van, hogyha a rajongói 80%-a ilyen is megsértődnek? Hát... Na. Meg egyébként azért sokan cserélnek velőle. Vagy vele, nem? Most a magyar popírából. A Csabával? Így van. A gyerekek, szerintem senkinek bulik. Nincs annyi koncertje, talán a Majkáéknak még jelen pillanatban. Most lehet, hogy a Fluoréknak, nem tudom, de hogy a Csabáéknak elképesztően még mindig. Tehát ő az X-faktor szerintem minden idők legnagyobb nyertese. És az első X-faktor szempontból csinálta, igen. Ugye azóta már volt néhány széria, és azt hiszem, hogy mind közül ő a legkeresettebb. Igen. Az elsőt meg az utolsót jegyzik meg egyébként az emberek szerintem, meg a nézők, hogy tényleg most már itt volt az ideje, hogy vége legyen ez. A sorozatnak? Hát az utóbbi egy-két évad már nem volt annyira erős, igen. Szóval, hogy hát elfogynak gyerekek, nem lehet mit csinálni, tényleg elfogynak. Tehát azért ez már látszott mindkét csatorna tehetségkutatóján, hogy azért úgy fogynak. Még egy-egy nagy tehetség becsúszott, de hát, ha az első évadra visszagondolunk, ott volt 8 nagyon tehetséges, vagy 9, a Wolf Katitól kezdve a Janicsák Vecán keresztül, a Nikolászig, Vastagék, tényleg mindenki szinte baromi jó volt. Aha. És utána már csak fel-fel kaptad a fejed, amikor jött egy-egy tehetség, mint a Zámbó, vagy... én azt az évadot is nagyon szeretem, az egy kicsit más évad, az egy szórakoztató évad volt, ott viszont az Olá Gergő volt, egy kiugró. Nagyon jó volt. Tehetség egyébként. Nagyon jó volt, de hát most tényleg mit csinálnak a koncertszervezők egyébként? Mondják le, a már lefixált Vastag Csaba koncerteket azért, mert jönnek az új tehetségek. Hát minden helyen ő lép fel. Mindig. Érted? Hát igen. És nem tudnánk mit csinálni. Igen. Na nézzük az SMS-eket, kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk egy-két olyan esetet, amikor értük rajongott úgy valaki, hogy az nem ex volt, és nem arról volt szó, hogy nem tudott belenyugodni abba, hogy vége a kapcsolatnak, hanem egész egyszerűen csak valahogy valamit meglátott abban a pár pillanatban, beszélgetésben, munkahelyi viszonyban, és aztán nem tudta levakarni magáról a hallgatónk. Balázs, a tiéd azért ért véget, mert átállt a Csabához. Lehet, hogy ugyanaz, tényleg. Igen.
Engem anno Sing Sing koncerten megvártak a mosdóba, és nekem estek. Mert Abaházi Csaba köszönt nekem az előtérben, gyerekek. Azért ez milyen durva, hogy a Csaba ráköszönt valakire, és közben Moncsit agyonverték 5 perccel később, mert hogy Csaba ráköszönt. Jó, mondjuk, ha a Bázi Csabi köszönt valakire, az meg volt köszönve. De gondolod, hogy tényleg milyen betegnek... Azért az fel, igen. De gondolod, hogy tényleg milyen betegnek kell lenni, hogy azt gondolt, hogy neki nem köszönhet, mert ő a tiéd. Tehát, hogy én sose voltam ez a típusú rajongó. Hát nem, mert érted, rajongtak, hát az már csak a másik oldal. 92-ben, amikor Axl Rose ránézett egy másik férfira, akkor megvártam a Népstadion előtt, és nagyon megvertem, de hogy ezért ez baromi nyomasztó lett. Azt hát meg beteg dolog. Én például soha nem sértődtem meg, pedig soha nem köszönt senki. Nincs sértődtél volna meg? Igen. Volt olyan, hogy minden reggel 5.30-ra a titokzatos levél várt a kapuban, hónapokig nem jöttünk rá, ki az, amikor viszont kiderült, utána se hagyta abba. Levele érkezett. Egy titokzatos levél. Én kibontanám ezt a levelet, hát a rendőrség, az ORFK, na, azért ezeket a küldözgeti. Érdemes megnézni, de hogy aztán elzárása váltsák át a be nem fizetett csekket. Engem egy 50-es kopaszodó festett hajú kapuzárási pánikos figura hívogatott, és SMS-eket is küldött rendesen. A hányinger kerülgetett, ez hónapokig tart. Magnitud. Nem festett a hajam, ti tudjátok. Én mindig mondtam, hogy állítsd le magad. Nem festett, ez az eredeti. Én értem a pánikot, meg értem, hogy lassan 50-es vagy, de azért komolyan Magdinak SMS-eket írogatni, azért az nagyon kemény, igen. Na, hát leginkább egyébként exekről írogatnak nekünk hallgatóink, de mi kértük őket, hogy ne. Tehát azokat most azért nem is olvasom be, mert nem exekre vagyunk kíváncsiak, hogy mi az a pillanat, hogy mi volt az a pillanat, amikor az exet nem lehetett leállítani. Óven bácsi, Beru néni? Az jön. Igen. Szerintem nem változtattunk a szabadság alatt. Nem változtattunk, úgyhogy valakivel már is játszunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Csak közben még egy SMS, mert ez is nagyon durva. Bocs, írja, hogy állítsuk le Lajost, mert nem. Egyik volt általános iskolás osztálytársam, első osztályot a szerelmes belém, 8 év alatt összesen körülbelül 5 mondatot beszélgettünk. A gondok akkor kezdődtek, amikor elballagtunk, kinyomozta a telefonszámomat, a címemet, leveleket dobott a postaládába, sőt, egyszer, és itt eltűnt az SMS, azt mondja, sőt, egyszer a barátnőjét elküldte, hogy fényképeket csináljon rólam. A mai napig kapok néha üzenetet, 25 éves vagyok. Balázs küldte nekünk, tehát itt egy csaj. 19 meg, éve szerelmes. Atyaisten! Nem szabadul úgy az ember előbb, ha odaadja magát? Ilyenkor már nem az van? És masszatolsz egy kicsit, és rossz leszel, hát és akkor azt vagy rajta. De lehet, hogy neki még az is jó. Igen? Vagy érted? Akkor még jobban belelkesül. Hát persze, mert akkor adtál okot, vagy adtál indokot, vagy adtál visszajelzést. Hát figyelj például, hogy Balázs masszatol, az másnak nász éjszaka. Az is igaz. Egy félalibis, félálmos masszatolás olyan, hogy a szomszéd is rágyújt utána. Tehát, hogy még olyan, és ha másra azt kérdezed, hogy este volt valami. Én ha masszatolok, én aludtam. Nagyon. Úgy masszatolok, ahogy te átszeretkezed az életedet. Itt van a hallgatónk, halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Nelly. Így van. Nelly, honnan hívtál minket? Budapestről. Azon belül? Most Csepelen vagyok jelenleg. Csepelen, mit csinálsz? Hát megyek dolgozni. Na és mit csinálsz? Iskolatitkár vagyok. De szakmaz! Írod a krétákat, a szivacsokat és a naplókat? Mit csinál egy iskolatitkár? Hát is, igen. Kezeljük a diákoknak az adatait napi szinten, leveleket kezeljük. Micsoda? Összetett dolog. Összetett dolog. Ja, szóval nem értjük. Nyugodtan mondta, hogy hülyék vagytok hozzá, fiúk. Srácok, összetett dolog. Nektek ez túl nagyon. Nyugodtan minket aztán lehet osztani. Szereted a munkádat, Nelly? Igen. Sokféle dolog megfordul a kezünk között. Elég sok problémát megoldunk, úgyhogy... De miért a problémás diákokat is hozzátok küldik? Vagy nektek kell velük foglalkozni? Hát igazából, tehát az adminisztrációs mindent mi követünk le, így van. Uh-huh. Mi mindennel találkozunk, mindig tudjuk, hogy kinek van vaj a füle mögött. Uh-huh. Oh. Te szépen fogalmaztál. Mi a tanároknak is van baj a füle Csaba mögött? Vissza is kérdezett volna. Nekik is, igen. Nekik a tanároknak is van baj a füle. Hoppácska, van külön akta? Igazgató úrról? Persze, az az X aktánk. Igazgató úr dolgai. Fiszkos dolgai. Van egy külön akta, igen. Na jó van, Nelly, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Szalonnát süt. Nyársal.
Igen, ez egy érdekes dolog, nem, valószínűleg ég a tűz náluk. Ropog a tűz, reméljük, hogy nem ez az a pillanat, amikor a birodalmiak elhagyták. Hóven bácsit és Berunét, mert ott már... Így van. Hát, vagy lehet, hogy még csak Berunéni lángol, és Hóven bácsi örül. Vagy a rossz bizonyítványok. Igen, ja, az is égetik lehet. A rossz bizonyítványokat, igen. Mutatjuk, mit csinálnak, figyelj! Vagy mit énekelnek? Ajajajaj! Hát ez nagyon könnyű lesz. Na? Szerintem ez a Lady Gaga-nak a Éj, de elég hallottuk ezt a dalt, hála Istennek. Ne, Gaga jó. Gaga jó egyébként. Ez könnyű volt. Hát figyelj, én a barátommal szoktunk, tehát a barátommal szoktunk játszani, hiszen minden reggel titeket hallgatunk, mindig meg szoktuk mondani. Én mindig azt mondom, hogy szomorú szamuráj, bármit raktok be. Tényleg? Mindig azt mondom, szomorú szamuráj? Jó, na, de ezt most sikerült eltalálni, úgyhogy... Sikerült. Van egy ajándékcsomagod, jó? Küldjük neked. Nagyon örülök. Köszönöm szépen. Köszönöm, Neli, jó munkát. Köszönöm, köszönöm nektek is. Ciao. Hello. Hello, hello. Neli aranyos volt. A kis iskolatitkár. Nálunk nem volt még ilyen, mikor mi általános iskolások voltunk. Volt. Jó, de nálatunk mindenki egyet vint. Másna, de végül tudom, csak lehette valami. Én vagyok az iskoligazgató, de egyébként illenik itt a portás is, és az iskola titkár is, ja, és a pártitkár. És a pásztor és az istalosi. Minden tudott egy ember. És Ferikém, megsúgom, én vagyok az apád is. Csak nem mondd el senkinek. Egy perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. Show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk újra már élőben, és kicsit irigykedünk Miskolcra, gyerekek. Miért Miskolc kapta ezt a tűzgömböt, mondjátok meg nekünk. Így van. Hogy van az, hogy mi nem kapott akkor, ezt vagy mindenki? Tényleg megkérdezed, mikor a legnagyobb embert... Most esik le, de jó te vagy. Tényleg ezt te élő adásban, te fölmered ezt a kérdést? Hát ki kapná? Ha nem az az ember, aki elénekelte már egyszer, hogy egyszer elhagyom. Hát ki más? Ki más kaphatná ugye ezt a tűzgömböt? Ha valaki nem tudná, talán ez most ébred. Ez tűzgömb volt, ez egy üzenet volt. Üzenet volt Attilának. Ugye meteor repült át Magyarország felett, legjobban Miskolcról lehetett látni. A tűzgömböt, ahogy felvillan, kialszik, és hát a csóva, vagy nem tudom, az a sugára, vagy nem tudom mi, az még ott maradt maga a felhő. És hát jó a kérdés, illetve nem a kérdés, jó a válasz. Hát hogy miért Miskolc? Hát persze, hogy Miskolc. Kell még nektek bizonyíték. Ez nem egy tűzgömb volt, érted? Ez nem egy természetes jelenség volt, ez egy az UFO-któl jött. Náluk ez az ajánlott értévevényes, még a régi címe volt, meg az Attilának, régen adták föl, az univerzumban azért kell egy kis idő, amíg idejönnek az üzenetek, ezt a régi címre küldték Attilának. Tehát Attila bejelentett ugyan a lakhelyváltozás, de ez nem jutott el az UFO-khoz, és az UFO küldtek egy levelet most Attilának Miskolcra. Kb. Felrobban. Most ér oda most a dal, amit küldött nekik, az elhagyom a várost, hát, amiből vennék már a lapot az UFO-k. Én meg egész reggel ezen filóztam, hogy miért Miskolc, miért nem mi, vagy miért nem mi is, vagy miért nem más városok is. Kapjál te tűzgömböt, ha nagyon akarsz, mi ne kapjunk Lőrincen, mi jól el vagyunk tűzgömb nélkül is, de... Igen. Egyértelmű válasz, tényleg. Attilának megjött a tértivevé. Az ajánlott értén, csak az, hogy most a régi címére ment, érted, nem veszi át. Ki fogja visszaküldeni? Most akkor visszamegy a meteor, és újat küldenek majd Budapestre? Így van, az UFO. Címzet ismeretlen. Nem vették át, ide tették le Attilát, ők ugye Miskolcra tették le? Igen, ők erre is számítottak. Nem gondolták, hogy itt közben Attila repked, mint egy kis kolibri, és elhagyja a lakhelyét, elhagyja a várost, és Budapestre költözik. Tehát most egy ideig pihentetik ezt a miskolci postahivatalban, majd rájönnek az UFO-k, hogy nem vett át senki, és megkeresik Attila új címét, és elküldenek egy újat Budapest fele? Úgy Budapest felett majd robban egy újabb? Így van. Ez lesz? Na pontosan így. Egyébként, hogyha belegondoltok, már eleve maga a város is, ugye, egy kódolt üzenet, mert hogy... Az avasillag? Nem. Vagy mire gondolsz? Az acélváros. Aha.
A célváros. Basszus! Hogy lehet valaki ennyire okos? Aha. A célváros. Én meg évekig úgy gondoltam rá, hogy a célváros. De hát dehogy is, a célváros. Uh-huh. Meg kell fejtenünk többet a célváros. Nehéz szürke nappalok. És mindig, Miskolc mindig várni fog. Hát Miskolc. Idáig várt. Ráadásul múlt héten vagy két héten nem valami földrengés volt? És az is Miskolcon? Nem az volt? A két vagy három héten ez valami földrengés. Tripodok! Azok tripodok! Tehát ledobják a tripodokat Miskolcra, most tűzgömböt küldenek Attilának. És ezek után még valaki mer gyanakodni. Hallod? Attila hülyeségeket beszél. Hát hogy? Te kaptál már ilyen tértivevényt valaha? Hogy robbant az égen? Hát ilyen, hogy Attila hülyeségeket beszéljen, senkinek a fejben nem merült fölmondani, hanem is mernének, mert megkeresni őket a terepjárójában. Na, de hogy igen, több helyen lehetett látni, Miskolcon volt a legszebb, és állítólag valami brutális hanghatás, villanás, és nagyon magasra robbant föl ez a kis postai küldemény, de úgy azért ez jó. Sose láttam még ilyet élőben, megnéznék egyszer. Hát, ugye majd küldhetnének már nekem is postát oda. Budaörs felé. Laknak közben olyanok, pontosan ugyanígy, fog, ugyanígy mulatnak majd, ha kisebb gyereknek megint szülinapja lesz, akkor gyere át hozzánk, mert ők így mulatnak. Ők igen? Igen, igen. A környéketeken valaki? Ahabban igen, van, hajnal négykor tudom nézni a villamos megállóba, és még mindig szól. Hát figyelj, a harmadik születésnapot meg kell ünnepelni. Nem? Igen, a negyedik, abban ünnepeljük már meg. Na, az M7-esnél a 132-es kilométernél mindkét irányban mérnek kettő darab trafival, mindenki vigyázzon. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy hol van történés. M7-es 132-es Nagykanizsa felé mérnek, ezt Anna üzente, M2-es Vác felé a Kagylós kútnál egy kamion áll az úton, kerülni csak jobbról, az árokparttól lehet. Nagyon veszélyes, ezt Ena küldte nekünk. M5-ös 44-es kilométernél szintén rendőrök vannak, valamint az M0-ás elesett a Török-Bálinti lehajtótól, Annahegyig áll az M1 felé. Köszönjük szépen. Belefutottatok a józan húsvétba? Mármint a közúti ellenőrzés? Hogy futottunk volna? Feri esetében, ez egy nagy ellenmondás már önmagában. Ugye? Tehát, hogy ilyet szerintem a Feri nem látott 15 éve. Nem emlékszik rá. 15, 30. Nem, azon gondolkozom, hogy én keresztül mentem az országon, vasárnap mentem úgy kigyorsan, és tegnap vissza, és egy darab józan húsvét nem volt sehol. Márhogy az ellenőrzés maga. Az azért döbbenetes, hogy több száz embert kaptak el úgy autóban, hogy részegen vezet az. A hülye hát, állam. Ez évtizedek óta ez szerintem kiölhetetlen. Tehát, hogy vidéken vagy, átmész, anyós már megvolt, már meglocsoltad, kisfalú, másik község, átvezetsz. Sajnos ez nagyon nagy felelőtlenség, persze. Kocsiba ez, el sem tudom képzelni, hogy ez miért van szükség, hogy felbátorodnak. De biztos, mindig nem az enyém az autó. Csak mit keresem? Ja, viszont, ha nem itt áll, akkor csoki nyulat kaptál, képzeld el a rendőrök. Tehát szerintem az tök aranyos, az jó. Vagy megkínáltak egy feles. Választottál. Ja, legy feles, és jöjjön még unikum, egyszer. Igen, vagy egy fél unikum, vagy egy csoki rendőr. Vagy én először félreértettem, amikor hallottam ezt a józan húsvét, azt hittem, hogy ők. Hosszú évek után a rendőrség. Először józanul mérlek, nem? De hogy nem, csak így félreértettem, nyilván hát először persze szó nem volt. Nálatok nem volt? Jó, nem volt. Sebestyén, de rohadt meleg van itt kompang. Majd megdöglök, basszus, Dezső, rólad is szakad a víz. Te nekem még szagod is van, hallod? Közúti ellenőrzés. Itt, biztos úr, itt. 8000 kilométerre Budapestre. Hárman a robogón. Nem, nálunk nem. Hoppá, ott a kicsi is. Négyen vannak. Egy robogón, négyen vannak. Nem volt ilyen. Jó van. Nem volt ilyen. Na, egy komolyabb dologgal folytatjuk, ez szerintem mindenki lelkéhez, tudatához elér, szerintem nincs olyan ember, akit ez hidegen hagyna, és talán többen foglalkoztak már ezzel a hírrel, hogy ne foglalkoztak volna, mi ugye szabadságon voltunk, ezért nem tudtunk. Viszont nagyon sok kérdés merül fel az ügy kapcsán az emberben, és ma már ugye a repülésen számít egy olyan exkluzív, extra drága dolognak, hogy elérhetetlen lenne. Ma már tényleg komolyan 15-20 ezer forintért valaki repülőre ülhet, tehát a dolog sok mindenkit érint, ugye nyilván kitaláltatok már, hogy a German Wings-es dologról van szó, és hát kérdés után, amikor ezt az ember olvassa, hogy ez pont az elutazásunk, illetve a szabadságunk előtti napon történt, ugye egy másodpilóta, ugye hát neki vezette a hegynek a repülőt, és 150 és egy ártatlan ember életét vesztette. És hát rengeteg kérdés merül fel az emberben, hogy hogyan fenébe juthatunk el idáig, magát a repülést, a repülés biztonságot, annak az ellenőrzését, egy sokkal
biztonságosabb, sokkal szigorúbb dolognak véltük mindez idáig. Legalábbis én ámulva hallgattam a híreket, hogy te jó Isten, hogy történhetett ez meg úgy, hogy egyébként ezt az embert hosszú évek óta kezelik, ez senkinek nem tűnt föl, erről neki volt papírja, ezt ő összetéphette. Szóval rengeteg kérdés, és az emberek hallgatóink közül is sokan ülnek akár naponta, hetente, havonta repülőre, úgyhogy ki vannak téve egy-egy ilyen beteg őrültnek. És azért különösen kemény a dolog, mert ugye néhány évvel ezelőtti történések, amik a terrorizmus okán ugye fölmerültek a repülésbe, azt gondolnád, hogy azt az embert, aki a repülőgépet vezeti, még szigorúbban át fogják nézni. Ugye? Mert a terror támadások, amikor megtörténtek repülővel, ott ugye utas ment be, de aztán már szájra kapott az a hír, hogy van olyan is, hogy majd, mit tudom én, a terroristát kiképzik a repülőgépvezetőnek, és valahogy bekerül a céghez. Tehát arra gondoltál, hogy minden egyes pilótát töviről hegyre át fognak nézni, és ha te mondjuk most 35 évesen repülőgép pilóta vagy, de 20 évesen elmeorvoshoz jártál, akkor az ki fog derülni. Hogy ezt tudja a légitársaság. Hogy ezt tudja a légitársaság például. Tehát, hogy sokkal többet vár. Várna el az ember azon pilótákkal szembe, akik a repülőgépeket vezetik. És ilyenkor például az orvosnak, vagy a pszichiáternek nincsen egy olyan kötelezettsége, hogy mondjuk ő direkt módon közölje ezt a munkáltató felé, és ne pedig azt mondja, hogy jó napot kérnek, itt vannak a leletek, vigye be. Igen, nagyon sok kérdés. Milyen végigmegyünk ezeken a kérdéseken? Egyébként nagyon megrázó a dolog, tehát amikor ezt így az ember hallja, mondjuk én utána egyébként repülőre is ültem, nem voltam nyugodt. Szóval, hogy nem is tudom, van-e erre magyarázat, nem? Hogy az ember ilyet csinál, tökéletes terrorcselekmény, ugyanakkor azt mondom, már nem mondták soki, hogy terrorcselekmény, de a terrorcselekményeknek is ez a lényege, hogy viszonylag idézőjelesen ugye úgymond kevés ember hal meg, bár a 150 ember azért nem kevés, de közben az egész világot megrázza, és mindenki fél, aki repülőre ül például. Nem hányan repülnek egy nap mondjuk a világon. Tehát, hogy ebből a szempontból elképesztő, ez a cselekedet, egy a világra dühös szociopata, aki mániás, depressziós, így áll bosszút az ő sorsáért, nem csak azon a 150 emberen, hanem szinte az egész világon. Mert hogy mindenki fél, mindenki megretten, mindenki elbizonytalanodott, mindenki eléri a célját, hogy az ő nevét egyébként megtanulják. Ő ezt el is mondta a barátnőjének, hogy egy nap ugye egyszer majd olyat tesz, hogy az egész világ fogja tudni a nevét. Ebből a szempontból egy tökéletes cselekmény, hát megrázó, borzasztó, és nincs rá magyarázat. Hihetetlen. Meg hogy miért pont az a 150 ember? Igen, nem? Ez is nagyon... Hát ez nehéz kérdések ezek. Így van, igen. Hogy autóbalesetben sokkal többen halnak meg mindig el mondjuk naponta, mint mondjuk ez a 155 ember szegények. Még mindig a repülés a legbiztonságosabb dolog, de ennek ugyanakkor ellenére, de megrázó. Tökre igazad van, hogy pont azért volt nyilván kitűzve ez ennek az embernek, mert ezt mindenki megjegyezte. Igen, hát a kérdés felmerül, ugye miért nem vezette az autóját egy betonfalnak? Pont ezért. Tehát az ilyen emberek ugye azok dühösek a sorsra, dühösek az életükre, dühösek a többi emberre, dühösek az egészséges emberekre. Hát kiderült, hogy ő nagy gépet akart vezetni. Na most arról ugye már lebeszéltek, hogy soha nem fog nagy tengeren túli járatokat beszélni. Állítólag olyan gyógyszert szedett, számomra teljesen érthetetlen módon, ami korlátozta a látását, antidepresszánsokon élt, hogy ezt hogy nem tudta a légitársaság? Igen, azt gondolom az ember, de ez a legfontosabb kérdés. Hogy itt sokkal, de sokkal szigorúbb szűrések vannak egy nagy légitársaság, mert egy kicsinél is annak kell lennie, tehát igazából ebből a szempontból nincsen különbség, hogy tényleg 2-3 havonta mindenféle elmeorvosi, mindenféle egészségügyi szűrésen át kell esni egy pilotának. Ezt gondolná a laikus. És kezded, hogy nincs. Tehát most már ugye nagyon sokan nyilatkoztak Magyarországon is, külföldön is, hogy ha a munkáltatód nem kéri, vagy a pilóta nem jelzi egyébként, hogy neki beállt az életében valami olyan változás, amiért mondjuk ő kérne, akkor nincs. Tehát olvasgattam itt különböző cikkeket, egészen megdöbbent, hogy vérnyomást néznek mondjuk évente alkalmassági vizsgálatokon, annál az embernél, és ez nem Magyarországon, általában nagy légitársaságnál világszerte, aki mögé egyébként beül 200-300 ártatlan ember, megnézik a vérnyomását. Tehát ez szimpla üzemorvosi. Tehát egy üzemorvosi vizsgálat van, megnézik az alkalmasságit, nyilván a leszállás, felszállás szimulátorban azért, mit tudom, x évente frissíteni kell, de hogy idegállapotot, elmeállapotot, mániás depresszióra való utaló jeleket, bármit nem ellenőriznek. Nekem az is nagyon fura, hogy amikor én látom a pilótákat beszállni, de majd mindjárt megkérdezzük egy pilótától, hogy az hogy van. Jönnek a kis cuccukban, átmennek a check-innél, külön járattól, megnézik a cuccaikat, és felszállnak. De mit kell tenni? Van valaki, aki ellenőrzi, hogy ők például ittak-e? Van valaki, aki ellenőrzi, hogy ők például drogoztak-e? Hát felszállsz 300 emberrel a hátad mögött. Hogy van az, hogy te átsétálsz egy pult mellett, leadod a cuccaidat, és valószínűleg a kutya meg nem kérdezi tőled, hogy te például ittál-e? Beülök az autóba, engem megszondáztatnak.
fölszáll valaki egy 747-essel, egy Airbus-szal, 300 emberrel maga mögött, és még csak odáig se jutunk el ma a 21. század elején, hogy belefújjon egy szondába, hogy minimum részege? Hát nincs, hogy van biztos ez? Nincs, beljebb sincs ilyen. Tehát, mert én azt olvastam, hogy látunk, egyébként nincs, megkérdezzük majd. Amit látunk, az az ugyanaz a vizsgálat, mint ami utasnak is van, tehát átvilágítják, csipog, nem csipog, menjél tovább. Aztán bent lehet, hogy van egy kis szoba, ahol mit én meg kell fújni a szondát, vagy nem, én azt, nincs, nincs. Azt olvastam, hogy egyébként nincs. Nincs. Legfeljebb szíves szúrópróbaszerűen, esetleg. Én ezt a fekete doboz dolgot se értem nagyon, megmondom őszintén. Tehát annyira maradi az egész, hogy ha már sajnos erre van szükség. Tehát hogy van az, hogy te ma csinálsz egy fotót, egy videót, fölküldöd a felhőbe, azonnal lekérhető. Aha. És a repülésnél, ahol emberéletekről van szó, ahol arról van szó, hogy ki kell deríteni, hogy mi történt, még mindig ez a nagyon régi módi, manuális módszer, hogy ha nincs meg a fekete doboz, mi addig nem mondunk semmit. Hát hogy nem tárolják az ő beszélgetésüket egy felhőbe azonnal átlőve, és abban a pillanatban, hogy történik valami, kérik rá, és mondják el fél órán belül, vagy rekonstruálják, hogy mi történt. Nem tudunk nyilatkozni, mert nincs meg a doboz. Hát ma már azért ennél a technika jóval előre haladott. Hát, nem? Lehet, hogy pont ezért, mert hogy ez egy egyszerűbb dolog, egyszerűbb és ennél fogva megbízhatóbb dolog is, mint hogy mondjuk adott esetben felküldjék egy ilyen felhőbe, amihez azért hozzá lehet jutni kívülről is, amihez egy olyan berendezés kell, aminek mondjuk külön a repülőgéptől független áramforrása van, stb. Tehát, hogy szerintem itt technikai okai lehetnek elsősorban. Igen, hát nekem ez olyan régi módi dolog. Hát csinálsz egy fotót, fölküldöd, ott van. Meg ezek megbízhatóak nagyon. Mondjuk azok a fotók, amiket látunk, igen, fura. A második fekete doboz, amíg nem találták meg, nem is tudták egyértelműen rekonstruálni, hogy mi történt. Aztán a másodiknál már kiderült, hogy gyorsított, direkt gyorsított, csökkentette a magasságot, a gép jelzett, hogy húzza föl. Tehát hogy abban a 3 vagy 8 vagy 10 percben mi történhet a gépen? Én ezzel nagyon sokszor gondolkoztam az elmúlt 2 hétben, hát az felfoghatatlan. Tehát amikor tényleg tudod, hogy tulajdonképpen vége, és gondolj bele, hogy végignézed azt, ahogy a pilóta egy baltával megpróbál visszajutni. Azért az, gondold, aki ült gépen, tudja, hogy milyen kiszolgáltatott állapot eleve, nem? Felszállás, kis hang, fél, kapaszkodsz, hát lever a víz. Még ha nem is látod, és hallod a hangot. És azt, igen, és már a többiek sikítoznak, és azt látod, hogy a pilótát kizárták. Tehát kvázi tudatosul benned, hogy itt lehet, hogy vége van a dolognak. Ez elképesztő, de ahogy az is, amit te mondtál, hogy mondjuk róla megállapítják, hogy mániás depresszió van. Én már akkor ugye beteg vagyok. Szedek egy csomó minden, antidepresszán, stb. De az a cég, aki engem vizsgál, a pszichológus, pszichiáter, ugye a Lubis több emberhez ment, hogy ne állítsanak föl róla egy korképet, ez okos volt, több emberhez ment el, mindenkinek csak egy kicsit volt, hogy senki ne állapítsa meg egyértelműen, hogy ez a Pali nagyon beteg. Magamnak kell küldenem, szólnom a légitársaságnak, hogy gyerekek, megállapították rólam, hogy beteg vagyok, vizsgáljatok már meg. Hát hogy van ez? Hogy van ez, hogy nem küldenek? De most egyébként az orvosod meg mindenhova szétküldi? Hát ha te másodpilóta vagy, elküldöd a Lufthansának. Hát de nem biztos, hogy tudják, hogy te nem csak az orvosnak a dolga ez szerintem, hanem ez a munkáltatónak a dolga is. Tehát, hogyha egy olyan emberről van szó, aki adott esetben 100-150 embernek az élete felett dönthet adott esetben, akkor arról az emberről neked minden korábbi információt, például az elmeorvosi állapotáról, neked be kell gyűjtened. Hogy van az, hogy például az Egyesült Államokban mondjuk van egy szexuális bűnöző, akiről vezetnek egy aktát, valamilyen szexuális bűncselekménnyel kapcsolatba került a neve, nem is biztos, hogy elítélték, de a neve szóba kerül. Akkor ő bekerül egy adatbázisba, ami adatbázis egyébként mindenki számára hozzáférhető, és bárhol te az Egyesült Államokban élsz, vásárolsz egy házat, fölmész az adatbázisba, akkor és megnézed, hogy azon a környéken, abban a közegben, ahol te a házat szeretnéd vásárolni, vagy ahol te élsz, lakik-e ilyen szexuális bűnöző, akitől adott esetben mondjuk tartanod kell, vagy féltened kell a gyerekeidet. Tehát, hogyha ott például egy ilyen adatbázis létre tudnak hozni, akkor mi nem tudnak létrehozni egy ilyen adatbázis mondjuk a munkáltatók számára, amiben szerepel minden egyes korábbról felmerülő probléma, adott esetben pszichés probléma, amit már mondjuk dokumentált egy orvos. Igen. Na, megkérdezünk egy csomó mindent egy olyan pilótától, aki nálunk már többször megszólalt, egyáltalán magát az ellenőrzési rendszert is. Néznek-e alkoholos befolyáltságot? Néznek-e? Nyilván nem, de azért megkérdezzük, hogy például drogozott-e az elmúlt 24 órában az az ember, aki életekért felel, több száz ember életért. Kik ellenőrzik, hogy ellenőrzik a pilótákat? Egyáltalán a mi Magyarországon a rendszer. Hát egyszerűen rengeteg kérdés merült fel az emberekben, és nem biztos, hogy mindenki tudja a választ. Jó, úgyhogy jövünk mindjárt egy pilótával, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán ezzel a témával folytatjuk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már itt vagyunk élőben, és folytatjuk a témánkat. A szabadságunk miatt kicsit később, nyilván nem tudtunk erről eddig élőben beszélni,
De ugye a German Wings tragédiáról beszélgettünk. Egyrészt, hogy ez emberi szempontok alapján, hogy ez hihetetlen lehet az ott utazóknak, vagy lehetett a hozzátartozóknak. Kettő, hogy laikusként, repülőhasználóként, utazóként csomó kérdés felmerül az emberbe, leginkább az ellenőrzési procedúra kapcsán. Ugye erről beszélgettünk, hogy mikor ellenőrzik a pilótákat, ellenőrzik-e. De ez egyébként nem csak a pilótákra igaz szerintem. Tehát általánosan lehetne, vagy akár kellene szigorítani. Én nem tudom, mi van a vonatvezetőknél, nem tudom, mi van a hajóvezetőknél, de hogy azért, akik tényleg több száz ember életéért felelnek, ma már a mai világban talán nem lenne egy olyan nagy elvárás, nem? Hogy legyen minden reggel. Nyilván ennek anyagi vonzata van, stb., de egy olyan teszt, amin ő mondjuk akár átmegy. Mondjuk az akár alkohol. Egy önteszt. Vagy egy önteszt, vagy akár egy alkoholos befolyásoltság. Az önteszt azért nem jó, mert ha te beteg vagy, igen, nem fogod megcsinálni, vagy ezt megpróbálod. De várjál, hogyha a napi protokollnak a része, akkor neked ezt meg kell csinálni. Tehát, hogy ha neked, igen, elő van írva az, hogy minden nap reggel belefújja egy szondába, az azért is lenne jó egyébként, hogyha ez egy ilyen ellenőrzés lenne, mert nem lenne számodra megalázó, mert azért valljuk őszintén, ez kellemetlen, amikor mondjuk valaki oda megy hozzád, és akkor jó reggelt kívánok, fújja meg, legyen és a szondát. Hát azért akkor kellemetlen, ha itt áll. Ha nem itt áll, akkor nem kellemetlen. Belefújsz, és mész tovább. Hát, ha fúj, igen, itt felmerül ugye az orvosi titoktartás, és tényleg, hogy az orvos ugyanakkor, ha tudta, hogy a Lubitz beteg, akkor neki meddig van lehetősége, joga jelenteni, kell-e jelenteni, vagy az én magánügyem, hogy én mondjuk beteg vagyok, de ha másodpilóta vagyok, akkor igenis azért tudja már a légitársaság, hogy mániás depresszióval kezelnek, öngyilkossággal foglalkozó oldal nézek egyébként, és minden pillanatban azon jár az eszem, hogy tudnék bosszút állni a betegségemért az egész világon, és arra készülök, hogy öngyilkos legyek. Hát ennek vannak azért nyilván pszichés jelei, tünetei, hát azért ezt sem elküldeni, azért szerintem ez is nagyon nagy hiba. Na viszont sok kérdés laikusként, de mindjárt megkérdezünk mindent Pető Györgytől, aki pilóta, és sokszor beszéltünk már vele. Halló, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello, te mindenki is visszafogott vagy, már ezt kezdjük megszokni. Éppen hol vagy a világon? Éppen az Egyesült Államokban, úgyhogy itt korán van. Akkor ezért vagy ilyen visszafogva, megértünk. És a kedvünkért maradtál fent? Mondjuk úgy, hogy felébredtem. Felébredtél, jó, ma igyekszünk nagyon halkan kérdezni. A legfontosabb az ellenőrzés. Tehát ha én pilóta vagyok, készülök felszállni mondjuk egy tengeren túli járatra, vagy egy fapadosra, tök mindegy. Milyen ellenőrzési procedúrán mennek át a pilóták, azon kívül, hogy mondjuk a cuccaikat átnézik? Hát ugye, amit mondtatok, az alkoholteszt az simán lehet, tehát olyan dolgokat végrehajthatnak, olyan ellenőrzéseket, amik nagyon objektívek, de ugye az nem egy objektív dolog, hogyha mondjuk valaki hülye, és egy olyan dolgot fog elkövetni, amire mondjuk nincsen semmilyen megelőző jel. Tehát azt, hogyha mondjuk itt áll alkoholt, nyilván egy alkoholteszttel ezt meg lehet nézni, de amúgy nagyon ezt, amiről itt ugye a konkrét esetről szó van, ezt kiszűrni ilyen módon, az a rossz hírem van, hogy tök lehetetlen. Hát igen, valaki egyszer csak ott fényt kap a pilóta fülkében, persze azt sem takar, de arra gondolsz az alkoholteszt, hogy ez szúrópróbaszerűen mondjuk most ellenőrzik az Amsterdam-Brüsszel járat pilótáját, vagy minden gépre szállás előtt a pilótákat mondjuk leellenőrzik, hogy ittak el legalább ennyit, vagy ilyen teszt nincsen? Ez teljesen légitársasága válogatja, tehát vannak olyan légitársaságok, ahol a járatra való jelentkezés előtt kötelező az alkohol szonda megfújása, és vannak olyan légitársaságok, ahol teljesen spontán, amikor mondjuk leszáll a repülő, de felszállás előtt is lehet, megjelenik ott egy ilyen házi orvos, tehát úgy értem, hogy a légitársaságnak a saját orvosa, aki ott megfújatja a pilótákkal, tehát ez teljesen változik. Mindenesetre fura azért, hogy ez légitársasága válogatja, hogy most olyan hol van, vagy hol nincs, mert mondjuk egy ilyen berendezésnek a rendszeresítése minden kapunál, én azt gondolom, hogy nem egy olyan nagy. Igen, ennek mi az oka, hogy ezt tényleg nem minden légitársaság csinálja? Felszállok 300 emberrel, hát azért lezen a minimum, nem? Hogy megfújhatom a pilótát, hogy legalább ezt kiszűrjem, egy csomó minden lehet más nyilván, pszichés tünet, stb., de hogy legalább ezzel is beljebb vagyunk. Ezt miért nem csinálják? Figyelj, még 10 évese volt, tehát nem volt olyan régen, amikor például egy francia légitársaság, nem lehet olyan sok, ott például abszolút megengedett volt, hogy a hosszú távú járatokon a pilóták elfogyasztattak egy pohár bort az ételük mellé repülés közben. Tehát ugye itt az iparágban évről évre folyamatosan szigorodnak a dolgok, és ha úgy tetszik, akkor kvázi a szabályozás az a kicsit kurlog az események mögött. Ugye az is egészen hihetetlen volt eddig, és tulajdonképpen teljesen érthető, hogy hihetetlen, hogy pszichológiai vizsgálat nincs.
tehát ez döbbenet, erről is akartunk kérdezni, hogy hogy van az tényleg, hogy mondjuk egy alkalmassági vizsgálaton túl nincs évente, fél évente szúrópróbaszerűen olyan komoly pszichológiai vizsgálat, aminek az eredményét mondjuk a légitársaság megkapja. Tehát ez az ember is állítólag nagyon beteg volt pszichésen, összetépte a papírt, majd felszállt a repülőre. Hát ennél kicsit ellenőrzöttebbnek gondolja az ember a polgári repülést. Hát ugye itt két dolog van, az egyik az, amiről beszéltetek az előbb, hogyha mondjuk te vagy bárki más, mondjuk én, mint pilóta, elmegyek a, mondjuk a házi orvosomhoz, és azt mondom, hogy nem tudom, folyamatosan ráng a szemem, és akkor a házi orvosom elküld majd egy ideggyógyászhoz ezt kivizsgáltatni. Az ideggyógyász mondjuk megállapít valamit, de abszolút, tehát a jelenlegi szabályozás szerint rám van bízva, hogy én ezt elárulom el a munkáltatómnak, vagy sem, mert hogy egyébként információ átjárás nincsen mondjuk az ideggyógyász és a repülő orvos között. Hm. És ugye ebből logikusan következik, hogy kvázi ez a tragédia ilyen módon akkor kódolva van a rendszerben. Nyilván ez meg fog majd változni, mert ezt valahogy ki kell küszöbölni, de hát azért nem nagyon volt eddig olyan, hogy egy pilóta, mondjuk egyébként volt 1999-ben volt egy ilyen, de hát hogy a pilóta maga úgy dönt, hogy elviszi a halálba a repülőt. Tehát ilyen eddig nem volt, vagy legalábbis a pilóta ellen nem kellett védeni a repülőt. Ugyanakkor azért valahol szomorú, hogy kell történni egy precedensértékű ügynek ahhoz, hogy mondjuk ezen elgondolkodjanak a munkáltatók. Tehát, hogy nem azt kellene, hogy fel kellene előre készülni bizonyos esetekre, és nem csak akkor bevezetni mindenféle szabályokat, amikor már az az eset bekövetkezett, és adott esetben halálos áldozatokkal járt. Nem elébe kellene menni a dolgoknak? Ugye, nyilvánvaló a kérdésedre az a válasz, hogy de, teljesen igazad van. A valóság pedig azért ilyen szempontból kicsit más, mert ugye az egy, hát mondjuk azt, hogy ideális dolog azt elvárni egy légitársaságtól, még ezután a tragédia után is, hogy mondjuk egy adott pilótát mindenre kiszűr. Tehát érted, itt a pilótákat elsősorban arra vizsgálják, hogy jól tud a repülővel bánni, viszonyatban a repülővel le tud-e szállni, amiről már annak idén is sokat beszéltünk ugye itt az adásban, de az ugye az nem egy feltevés, tehát az nem, hogy ne haragudj, meg fogsz ölni utasaidat. Tehát ezt nem kérdezik meg, ez nem lehet benne. Nyilván most majd lesz egy, gondolom, egy olyan pszichológiai gyors teszt, ahol majd a szuicid hajlamot megpróbálják megnézni, de hát ez eddig nem volt a képbe, és ez fel sem merült. Tudom, fel kellett volna, hogy merüljön. Bárki, akivel egyébként a saját közvetlen környezetemben beszélte, azt mondta, hogy ez egy teljesen katartikus dolog, hogy eddig még nem volt olyan, hogy fél évente egy pszichológus megnézzen egy pilótát, és hát nem volt. Azért ez egészen elképesztő egyébként, tehát pont a repülés gondolná az ember azért egy jóval ellenőrzöttebb dolognak, ahol máshol is van szó ember életekről, mert egy vonatvezető is ugyanúgy visz 300-500 embert, de mégis azért ez tényleg megdöbbentő. Nagyon sok összeesküvés elmélet van az üggyel kapcsolatban. Te, mint pilóta egyébként ezt a dolgot hogy látod? Nekünk írnak itt például ex-pilóták, akik azt mondják, hogy 150 kilós páncélajtó van, viszont a WC-nél át lehet ütni a falat, ezt lehet tudni a pilótáknak, hogy nem jutottak be, a repülő egy völgybe repült, mégis akkor miért nem ment neki a hegynek, hogyha becsapódott ez, de hogy máshogy is be tudott volna csapódni. Pilótaként ezt az esetet hogy látod? Meg lehet egy ilyen dolgot mondjuk hamisítani úgy, hogy ne a légitársaság jöjjön ki rosszul, vagy ne a repülőnek a gyártója például? Hát figyelj, én is hallottam ezeket, mert nyilván érthető, hogy vannak ezek a dolgok. Amikor ez a baleset bekövetkezett, és ugye ott volt egy több mint 24 óra, amíg még nem jött ki ez az információ, hogy valójában mi is történhetett, én azt gondoltam, meg szerintem egyébként a pilóták nagy része is azt gondolta, hogy így ez a baleset nem történhet meg. Tehát a repülő ilyet nem tud csinálni magától. Érted, ha leáll mind a két motor, akkor is le lehet a repülővel szállni. Szóval nem tud egy olyan szituáció előállni, vagy nagyon valószerűtlen egy olyan szituáció, ahol a hegy egyszer csak fogja repülni magát, és belecsapódik a hegybe. Ez a szituáció, ami előállt, ez egyébként sajnos teljesen elképzelhető, érted? Egyik pilóta kimegy a mellékhelyiségre elvégezni a dolgát, a másik meg meghűl, kizárja, és aztán ott elkezd repülőt vezetni. Nyilván ugye itt felmerül egy nagyon lényeges dolog, hogy egy francia gyártmányú repülőgép Franciaországban zuhan le, és a francia ügyészség kezdi el vizsgálni a dolgot. Ebből ugye fakad már egy csomó összeesküvés elmélet, hogy biztos a repülőgép gyártónak érdeke, hogy az jöjjön ki, hogy a pilóta volt a kunyó, és nem a repülőgép gyártó, és hát nyilván egy halottra mindent rá lehet húzni már. Persze, hát most ez egy elég erős összeesküvés elmélet, ezzel nehéz vitatkozni, de azért azt gondolom, hogy a tények ilyen szempontból azért makas dolgok ott van, hogy a két fekete doboz,
ezeket kinyerték az információkat, ugye az amerikaiak is hozzáférnek a vizsgálathoz, a németek is, a spanyolok is, ugye, akik ebben valamennyire részt vesznek. Tehát ezt ilyenkor láthatja mindenki. Tehát egy ilyet azért meghamisítani a különböző adatokat, gyorsult a gép, csökkentette a sebességet, felülbírálta a pilóta, a robotpilótát, és már jelzett a gép, hogy húzza föl, tehát azért ezeket nyilván így meghamisítani nem lehet. Nem? Én nem hiszem, hogy én ezt kizártnak gondolom, hogy egy ilyen vizsgálatot meg lehessen hamisítani. Nyilván én azt kicsit azon mondjuk meg vagyok lepődve, hogy ilyen gyorsan szivárogtak az információk, tehát ilyen egyébként eddig még repülőbalesetben sosem volt. Tehát az, ami itt történt, amúgy, ha már erről beszélünk, ez egy teljesen kuriózum. Tehát olyan, hogy egy repülőgép lezuhan, és 24 órán belül képernyőre megy az ügyész, és azt mondja, hogy hát itt valószínűleg az első tiszt halálba vitt a gépet. Tehát ez egészen elképesztő volt. Igen, azon én is csodálkoztam, hogy az valóban nagyon gyorsan jött. Tehát az ember olvasta híreket, és pillanatok alatt lenyilatkozták, szinte rekonstruálva az egész történetet, hogy mi történt, azt hogy? Hát figyelj, úgyhogy nem volt meg a második fekete doboz még akkor. Ez egészen elképesztő volt, ez azt hiszem egyébként, hogy egy csomó konspiratív, hogy mondjam, elképzelésnek adott rögtön táptalajt. Egy ilyen balesetnél hónap, minimum hónapok, de lehet, hogy egy év is, amíg kijön a vizsgálat. Ez egyébként a pilóták között ez egészen nagy megrökönyödést keltett, hogy egyből rátolták a pilótára a felelősséget. Nyilván most már így hetekkel az eset után valószínűleg tűnik, hogy tényleg ez az igaz verzió, de hát ez már meglepő volt mindenkinek. Ezt nem is értem, hogy csinálták, vagy miért csinálták. Azért ez tényleg furcsa, igen. Egy picit már fordítunk, és tényleg a biztonságos repülés felé megyünk. Amikor van egy ilyen elektronika a gépen, ami szól, hogy húzd fel a gépet, mert neki fogsz menni a hegynek, akkor azt nem lehetne beépíteni, kérdezem ezt én laikusként, hogy a gép tényleg fölhúzza magát, hogy a csávó... Felülbírálva a pilótát. Igen, hogy ne tudjon neki repülni. Hogy már te is azt mondtad az előbb, hogy az automatika szólt, hogy neki fogsz repülni. Nem lehet azt beleépíteni, hogy akkor húzza föl ő a gépet. Figyelj, ez egy örök vita egyébként ebben az egész iparágban, hogy a pilóta, mondjuk hogy a parancsnok, az meddig felel. Én mint pilóta azt gondolom, hogy ez egy nagyon szomorú világ lesz, amikor a automatika, tehát a robot felülbírálja a pilótát. Nyilván most egy olyan szituációról beszélünk, ahol a pilóta jó szándékú, és tényleg A-ból B-be úgy szeretné elvinni a repülőt, hogy mindenki nagyon örömmel és épségben száll le a desztináción. Tehát én, mint pilóta, elég feszült lennék attól a gondolattól, hogy a robot gondol egyet, és átveszi az irányítást a repülő fölött. Sőt, tovább mentek már, és voltak olyan felvetések is, hogy ilyen eset például lehessen egy olyan opció, hogy a repülőgépet elkezdik a földről irányítani. De hát akkor meg nyilván ugye felmerül az, hogy akkor majd a terroristák megtámadják azt a mondjam, szobácskát, vagy termet, hát igen, ugye, hogy most a drónokat irányítanak tényleg, hogy látják, hogy egy értelmű vészhelyzet, ráadásul a pilóta nem felel, tehát tudják, hogy valami nem stimmel, abban a pillanatban, hogy nincs egy ilyen automatika, ami mondjuk átveszi az irányítást, de akkor az feltörheti, biztonsági rések vannak rajta. Ráadásul ugye azt mondják, hogy a polgári repülésben ezt nyilván jobban tudott, hogy olyan technikát alkalmaznak, amit mondjuk 10-15 évig már ugye teszteltek máshol. Tehát, hogy nincs az, hogy egyszer csak átállom, mondjuk, amit én felvetettem, ez a fekete doboz dolog, hogy nem egy felhőből kérik le azonnal az adatokat. Hát ez nekem nagyon középkori, hogy nem tárolják ezt valahol, és ha nincs meg a fekete doboz, lehet nem tudják rekonstruálni, hogy mi történt. De hát nyilván ezt először kipróbálják. Figyelj, a vicc az egészben az, hogy tényleg egyébként tök középkori módszerek ugye? Működnek egy ilyen repülőben. Sőt, figyelj, egy ilyen repülőgép, egy ilyen Airbus 320-as, az testvérek között is belekerül egy 60-70 millió dollárba. Tehát az ember azt feltételezni, hogy ennyi pénzbe azért belefér az, hogy tényleg a csúcstechnika kerüljön bele. És akkor ugye ott van mondjuk az a malágép, ami szörény szállán eltűnt, és a mai napig nincs meg egyébként. És nem volt rajta még egy GPS sem. Tehát egy olyan GPS adó, amit ma egyébként egy boltba egy 20-30 ezer forintból meg lehet venni, ilyen sem volt a repülőn. És nem tudták, hogy a repülő hol van. Tehát tulajdonképpen, és akkor visszakanyarodunk ott az elejére, hogy az iparág az események után kullog. Tehát most már ugye, amikor eltűnt a malágép, most már beszélnek arról, hogy be kell építeni a repülőbe, vagy ilyen jeladót, és akkor lehet tudni a repülő hol. Igen, meg olyat is hát az, ez a transponder, hogy ez bentről kikapcsolja az ember. Hogy tudom én kikapcsolni, úgyhogy tényleg eltűnjek a radarról? Hát hogy nincs egy olyan műszer, amihez én se férek hozzá, mint pilóta, hogy a repülő 300 emberrel végigkövethető legyen? Tehát én, mint pilóta megmondok, lekapcsolom és eltűnök a radarról? Tehát ez felfoghatatlan. Benne van a nevében, hogy parancsnok. Tehát elviekben, megint ugye csak elvekről beszélünk, elviekben a parancsnok az az atya úristen a repülőgépben, amikor a repülő repül. Tehát most már persze ugye az utasok joggal fogják azt mondani, hogy hát én nem bízok meg a pilótába. Most például, amikor jöttem ide ki Amerikába, akkor mosolyogtam is magamban, mert amikor bejelentkezett a kapitány a tengeren túli járaton, háromszor gurulás közben elmondta még, hogy mindig
bármelyik szakában a járatnak, mindig minimum ketten leszünk a pilóta fülkében, és ha esetleg látnak egy pilótát sétálni a folyosón, mindig ketten leszünk még akkor is. Tehát szóval látszódik, hogy az utazó közönséget meg kell nyugtatni, és el kell nekik magyarázni, hogy nem kell félni. De hát igen, most néhány fapados, ugye Vizer, stb. Most kihozták, hogy akkor a stewardessnek kell bent lenni, és akkor ezt már nagyon sokan követték, tehát átvették ezt a fajta gyakorlatot, hogy a stewie akkor bent van, amíg a pilóta mondjuk kijön pisilni. Hát az is most egy... De hát ez is kérdés, hogy most beül oda egy 40 kilós nő, hát most ott meg ül nem egy csak másod 40 pilóta. Kilósat, nincsen meg a technikai képzettsége ahhoz, hogy ő felülbírálja azt, amit mondjuk adott esetben az első tiszt csinál. Hát nem tudja, hogy mit csinál. Bármit kapcsolgathat. Igen, itt kérdez egy hallgató, egy nagyon jó kérdés, hogy amikor például egyértelműen ti belenyúltok a repülésbe, és mondjuk készül egy pilóta ilyen elmebeteg módon neki vezetni a hegynek a repülőt, fölülírja a robotpilótát, a GPS, nem tudom, akkor miért nem vezetik be azt a repülésnél, hogy ehhez egyszerre két ember kell, két ember nyom le egy gombot, fordít el egy kulcsot, bármi. Nyilván lehet, hogy nagyon középkorú, de hogy itt is kettő középkori, de hogy lehet, hogy nagyon, tehát hogy két emberre van szükség. Ez hogy tudja megcsinálni egy ember számomra? Ez is felfoghatatlan. Hát figyelj, ez nem életszerű. Nem életszerű. Hát, hogy ülnek ott a pilóták együtt, és akkor mint az atomrakéta indítás előtt aztán, hogy akkor elfordítjuk mind a ketten a kulcsot, igen. És, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Aha. Tehát, ugye azért is ül két pilóta, tehát eleve azért volt kitalálva, vagy van az, hogy két pilóta ül a pilótafülkében, mert hogyha az egyik esetleg elájul, meghal, rosszul lesz, akkor ott van még egy pilóta. Tehát itt nem azért van két pilóta egyébként a repülőgépben, az egyedül ne lenne képes ellátni az összes feladatot, mert el tudja. Azért van két pilóta, mert két szem többet lát, vagy pontosabban négy szem többet lát, és tud az egyik szólni a másiknak, hogy figyelj, Sanyi, szerintem te most hülyeséget csinálsz, ne menjünk bele abba az ivatar felhőbe, másik azt mondja, oké, Ferikém, ha te így gondolod, akkor nem megyünk be. Tehát ennek egyébként ez a lényege. Az a lényege, hogy ketten beszélgetnek, ketten jobban, többen oldják meg, jobban oldják meg a problémákat, mint egyébként egyedül. Tehát itt a döntéshozatali mechanizmusnak van egyébként jelentősége. Hát ez nyilván ez egy új szituáció, és én azt gondolom azt, hogy a stewardess ott bent ül a pilóta fülkébe, az egyébként mondjuk egy ilyen konkrét jellegű esetet nem fog kiszűrni semmiképpen. Ez mondjuk arra jó, hogy az utasok megnyugodnak, hogy esetleg ott le tudja pofozni a stewardess a pilótát, ha a hülyeséget akar csinálni. Igen, hát ez igen. És mi van, ha a stewardess akar valamit csinálni? Hát nem. Tehát akkor megint egy kockázati tényezővel úgymond több. Igen, igen. Érdekes kérdések, ezek mindenképpen felmerültek szerintem. Gyuri, neked jó utat, vigyázz magadra, hagyunk aludni. Jó? Köszönjük szépen Pető Györgynek, köszönjük. Érdekes dolgokat mondott, megdöbbentő, nem? Hogy tényleg így írja egy hallgató, hogy vadász, és évente, két évente el kell menni komoly pszichológiai vizsgálatra, hogy elvegyék a fegyvert, ne vegyék el mozdonyvezetőként, 300 emberre repülök, és tulajdonképpen semmi. Igen, szúró próbaszerű alkoholvizsgálat, de az sem mindenhol, nem? Ja. Tehát azt hinnéd, ez egy jóval ellenőrzettebb dolog. Na jó, hát ennyit a komoly témáról. Muszáj volt ezzel foglalkozni, nem műsor készítőként azért az emberben, ha történik egy ilyen tragédia, rengeteg kérdés merül föl, és kicsit késve ugye a szünetünk miatt, de azt gondoljuk, hogy kellett ezzel foglalkozni. Most viszont játszunk, már itt is van a játékosunk, és hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, srácok! Hello, Patrik! Hello, hol hallottál minket? Hát most éppen Budapest kivezető körgyűrűnél vagyunk dugóba, úgyhogy... Na, merre felé vezet ki? Mert azért az kifelé vezet egy pár helyre. Merre fele? Na jó kérdés. M3, M5, kérdés. M7. Igen, merre mentek? Hát megyünk Szlovénia felé, úgyhogy... Elraboltak, vagy csak visznek? Vagy mi a végcél? Akkor így kérdezzük. Hát a végcél az lenne a Francia Riviera, Balázs. Ja, francia, ó, csak ilyen lazán kiugrottak a Francia Rivierára. Ez ami társas utazás? Vagy többen egy busszal mentek? Többen vagyunk, igen. Aha, mennyi? Sorry, 46-an. 46-an, te is 45 albán. És te vagy a sofőr. Az jól hangzik. Igen, de idén jellegű gyümölcsök vannak beírva a fuvarlevélbe. Gondolom nyaralni, nem? Hát nem nyaralás, hanem ilyen megnézzük ottani dolgokat, Monaco, Nizza. Hát mi az munka? Én ezt nyaralásként értelmezem. Én cserélnék veled, szívesen. Most mondtak viszont két szabadságra, ne panaszkodj, Balázs. Tanulmányi kirándulás. Jó, Patrik, jó utat nektek, nézzük a kérdéseket. Milyenek, Jani? Szó, hát ennyi ember biztos, hogy ki fogja találni. Minden 46 játszik, Patrik? Hát egyelőre itt vagy 4-5-tel játszunk, hogy látom, még a buszosnak fel se tűnt, hogy én vagyok játékból, előre köszönöm.
Ja, jó. Oké. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Nyakbalkasztó. Jó. Melyik vulkán található Nápoly közelében? Hát, ha mentek arra is, nem ott van, de ki tudja. Vezúvius, Vezúv. Na, jó, jó, így van. Mehetünk tovább? Hát persze, hadd szóljon. Itt szól a második kérdés, már baseball sapkáért, ez a nyári változat egyébként, nagyon szép. Milyen alapanyag kötelező a Stefánia módra készített ételekhez? Erre az én fókat. Várjuk az információkat, pillanat, uraim. A Stefánia módra, ezt olvasod egy étlapon, mi van rajta mindenképp? Picit megfogott benneteket, mint azt kérdeztük volna, hogy hova mentek. Igen. Na jó, hát nem tudtunk többet várni. A főtt tojás. A Stefánia vagdalt, a klasszikus, a közepén a tojás. Hát nem vagyok én nagy gasztronómus, itt a valóban nem, Patrik. Lehet akkor. Na, hát jó utat nektek, kicsit vidámabb hangulatod. Lehet, hogy már ez a 10 kilométer, amit megtettetek, bezsibasztott benneteket. Hosszú, hát még igen, az út, ezt tudjuk mondani, hogy kitartás. Sok van megalakulva, úgyhogy a legjobbakat öcsém, és üdvözlöm mindenkit titeket. Szevasztok, srácok! Szevasztok! Sziasztok! Hello! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Nem volt egy annyira erős játék. 9 óra múlt 1 perccel, a hírek után Kassa Tibivel folytatjuk. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9 óra múlt, 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már újra élőben. Hello, Jani, hello, Feri, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, hát olyanok vagytok nekünk, mint a kis családunk. Nem voltunk nagyjából két hétig mikrofon előtt, és azt éreztük, hogy hiányoztok mindenestől. Az SMS-ektől, a beszólogatásoktól, a bókoktól, a örülünk, hogy itt vagytok, és a rohadjatok meg, hogy nyaraltatok. Két véglettől, mert hogy mind a kettőt kapjuk, de ez így van rendjén, és ez mindenkinek szíve joga ezt leírni. Itt vagyunk újra élőben. Hát ez a rohadjatok meg nyaraltatok, ez csak neked szólt, mert Jani ugye otthon ápolta a gyereket, én végigmelóztam az egészet, úgyhogy vedd magadra nyugodtan. De csak neki volt ismerős a család életéből ez. Azért vagytok igazságtalanok, azért nektek is volt egy 6-8 fok. Tehát én azért komolyan mondom, hogy nem tudom, hogy mit akartok, de tényleg. Ja, az már 48. Volt egy kis ónos eső, egy kis köccitálás, egy jeges északi szélése, minimum 8 fok. Én értem, de hogy azért ne reklamáljatok. Tehát azért nem volt rossz idő. Kifejezetten jó idő volt. Kell például átülni másik autóba. Hát egyáltalán nem, mert érted, tavaly vettem 400 forint egy esernyőt, érted, most mit, legalább ki tudom nyitni. Ennyi. Volt értelme megvenni. Na fene vigye. Utálom hát a felesleges befektetéseket. Lehetett volna egy -4, -8 fokhoz képest volt egy +2, +6, hát azért kicsit úgy érzem, hogy szemtelenedtek és teletesztenek vagytok egyre jobban. Tényleg komolyan mondom, hogy most nektek már semmi nem jó. De. Ja, tényleg nem is mondtam egyébként, hogy van egy jó hírem. A következő összetartáson hétvégi céges parti már mindenben benne vagyok, mert voltam hepatitis A, B ismétlő oltáson. Hey! Igen, ezt még Afrika miatt kezdtük el, én is kaptam SMS-t az oltóközpontból, hogy legyek szíves a fél évesre, akkor befáradni, mert ugye háromszor kell kapnod. Egy hét, elhoztam a tiédet, jobb koromban van. Add már át a vakcinát. Szóval akkor neked már mindent lehet a téged folyni? Oké, persze. Jó, nekem még figyelnem kell, én még nem kaptam meg. Na nézzük gyorsan az SMS-eket, mármint ami a közlekedési SMS-eket illeti. Mérnök a 7-es úton Pest felé a Szobor Park után, ez Zaza. Küldte nekünk M5-ös Szeged felé a 44-es kilométernél mérnek, üzente Robi, valamint Budapest felé a Török-Bálinti felüljáron szintén mérnek a rendőrök, ez az M7-esen van. Aztán az M0-áson az M1 felé az M6-ostól beállt a sor, időnként megindul, majd újra Stau RR Joe küldte nekünk, és van egy trafink a 37-es úton, Szerencs irányában az olasz-liszkai elágazás. Ezt Tilla küldte nekünk. Köszönjük szépen. Továbbra is várjuk természetesen a friss közlekedési híreket. Ha valaki lát, hall, tapasztal valamit, küldjétek el nekünk, hogy tudjunk segíteni. Jó? Mi pedig megyünk tovább. Kedv van. Ez pedig ugye egyet jelenthet, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha vazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már Robiban verset írtam egy taknyos sepire. Hiddétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey!
Kakakasa TV, Kakasa TV. Oh, Kakakasa TV, Kakasa TV. Hey! TV! TV! Kakasa TV, Kakasa TV. Hello, Tibi! Sziasztok! Kinyaraltátok magatokat? Csak ő, mondtam, hogy Jani otthon betegen a gyerekkel, én melóban, úgyhogy ráharagudj. Haragszom is keményen. Hát a meló egy szabadon választott dolog, hát senki nem mondta, hogy meló van. Hát most azt te eldöntöd, akarsz, nem akarsz, vezeted, nem vezeted, viszed, nem viszed, nem. Igazságod vagyon. Az a pont. Hoztam nektek egy nagyon jó sztorit. Ez rendhagyó tőlem. Én szerintem én most azt érzem valamiért, hogy ez most különösképpen jó lesz. Ez embert. Ez most felvezette, ez szerintem nem lehet rossz. Na de hogy? Hogy a viharban? De most ennyi év után... Miért pont most? Ha eddig el voltam rossz sztorika, miért most kezdek el erőlködni valami igazán jóval? Voltam pókerezni, tudod Balázs, hogy nagyon kevés dolog van, amiben igazán rossz vagyok, de a póker az egyik. Tehát, hogy én mindig elmegyek, de ez olyan... Illetve a társasnác. De azt még nem próbáltak. Így szórom szét földi javaimat. Mindig azt szoktam mondani, hogy így megyek el jót tenni a világgal, hogy elmegyek, kicsit pókerezek, és közben jót teszek a világgal, mindenkinek adok egy picit abból, ami az enyém volt. Tehát, hogy nem is stratégiám része nyerni. De lemerült a telefonom, illetve lemerülőben volt, és van most a lehetőség ilyen kis töltőszigetet bérelni, ilyen kis lábas ilyen töltőakkumulátort a pókerteremben. Mondtam, hogy akkor élnék vele, szeretnék rendelni egy ilyet, és akkor tölteném a telefonomat. Kijött a hölgy, mondta, hogy akkor itt a töltő, annyi kéne, hogy zálogba oda kéne adjam a személyigazolványomat. De itt nem tudom, ti mennyire lennétek bizalmasak ebben, ti adját. Semennyire, nem. Egy személy szíves arat, Balázs, nem, egy ilyen? Dehogy is, nem. Betiktálom a személyigazolvány számomat, mert tudom fejből, és... De ez nyilván nem, ez arra lett volna, hogy nyilván... Hogy ne lopd el a töltőt, hát ezt nem is kérheti el, bocsánat, hát az egy hivatalos okirat. Ugyan erre gondoltam. Azt nem is kérheti el. Tehát, hogy nem, te se adnád akkor a személyedet egy töltőért, ugye? De volt B-tervük, mert visszament a hölgy, utána újra jött, hogy megszülték a megoldást, ha a személyem nincsen nálam, mert azt blöföltem, hogy nincs nálam, akkor van egy jó megoldás, adjam oda a lakáskulcsomat. Tényleg? És figyelj, ott állt fölöttem, és várta a lakáskulcsomat, hogy az ugyanúgy megfelel zálogba. Mondtam, hogy ez így semmit nem jelent, akkor hadd adjam már mellé legalább a riasztókódot, nem? Tehát, hogy most így... Meg egy lakcímkártyát legalább, igen, adjál még mellé. Igen. Csak picit elgondolkodtam. Oda adtad neki? De hogy adtam. Nem, és akkor jöttem én a C... Aztán drága az óra magánkattaú. Nem, jöttem a C-tervvel, mondtam, hogy megmondom, a személyt nem szívesen, lakáskulcsot még mindig nem szívesen. És mondtam, hogy akkor adok inkább pénzt, próbáljuk ki azt, hogy adok pénzt, és azt visszaadod. Tehát, hogy letétbe teszek pénzt. Mondom, jó ötlet. Néha nem így beszélt. Odaadtam neki egy 20 000-est, és mondtam, néztem rá, hogy viszont erről egy cetlit elfogadnék, hogy ennyit adtam. És nézett rám, azt hitt, hogy viccelek. Mondom, de nem viccelek, hát nem fogom tudni, mennyit adtam. Majd visszajött, milyen Dumb és Dumber tartozom cetlivel a hölgy. Tudod, értem, azt lenne megőrizni. Olyan, mint a pénz. Igen, olyan, mint a pénz, értem, azt lenne megőrizni. Tartozom neked cetlit. De és mégis ez lett a dolognak a és rájöttem, hogy milyen döbbenetesen nem... De miért nem adtad oda a telefonodat, hogy töltsék föl? Ez a legegyszerűbb, hogy jelkód van rajta, odaadod és berakod a töltőbe. Nem, ez lett volna a D-tervem egyébként, hogy depozitba elkérem a töltőt, és akkor zálogba adom a telefonomat. És akkor van egy töltőt, akkor van a telefonom. Tehát, ez lett volna a D-terv. De hogy fordított, elfogadott? Mert ez lett valamelyik másik. Erő olyan nincsen. De nem az a durva, hogy ez neki kell, tehát valószínűleg 6 töltőt lenyúltak tőlük. Azért az is milyen piti, hogy ez már eljutott oda, hogy valamit adját cserébe, mert egyébként tudom, hogy te ellopod, vagyis hát már nem mindenki nyerhet ott a pókerasztalnál, érted? Hát valamiből vissza kell hozni. Elvittél egy 100 forintos töltőt, mert hogy ezeknek ugye van már ilyen hamisítvány töltője, ami tényleg 100 forint igazából. Mondjuk az fura, hogy egy átlagos bevásárló központban Kispesten mondjuk ki van rakva egy ilyen hatalmas nagy oszlop, ami van 30 féle töltési lehetőség ingyen. Miközben egy pókerterembe meg elmész, aztán bérletbe kell venned. Hát azt mondom, mert te mindig ott töltött, hogy ne kelljen ott. Most oda van zárva, itt van a kulcs. Reggel beadott, föltöltött 11-kor mész érte, ezt én tudom, ezt mondtad nekem. Azt gondolkodom, hogy soha nem várok el egyébként semmilyen fajta bánásmódot, hogy én valami marha nagy sztár vagyok, de hogy az a picike hitelem, hogy nem rohanok ott egy telefontöltővel a Duna Plaza izében, nem tudom, teraszán. Nem akart megkülönböztetni téged, mindenkinek ez jár. Miért feltételezzük, hogy megismert? Ugye? Tehát azért gondolkozunk egy olyan alternatíva, hogy ingyen nem volt, hogy ki vagy. Nem neked fáj, hogyha nem ismernek meg egyébként? Nem fáj, de életszerűtlen. Hát, ja, világos! Isten, mint a magam az alatt. Úristen, de jó, hogy nem én mondtam. Nem fáj, de ne beszélgessünk fikciókról. Na. Igen, hallod, de hol élek ezen? Csak egy picit ezt tovább vívve. Csak hogy egyébként mennyire bízunk egymásban, csak még egy picit ezt le akarom zárni, ezt a sztorit. A párom jött ki szoláriumból,
Hozta a csöveket. Igen, és ellopta a papucsot. Hozta a csöveket, meglopott egy elosztót is, ha már arra járt. Nem, jött ki, és próbált beszállni a kocsinkba. És azon kapta magát, hogy mögötte somfordál egy idős bácsi egy kutyával. És nézegeti, hogy száll be a kocsiba, mint ügyetlenkedett valamit a kulcsa. De várjál, hogy próbált beszállni a kocsiba, nagyon régóta él a fővárosban. Te, hogy először felült a motorász tetőre, vagy hogy elmászott a tetőre? Nem, a párom próbált beszállni a kocsiba, először megetett a lovakat. Aztán kitakarította. Te az anyád, te! Kürük, Isten, de! Aztán ürítette a szaros zacskót, igen, az én párom így száll be a kocsiba. Így van. Na, próbált beszállni az autó, és egy ilyen idős bácsi nagyon csúnyán méregette, és a párom megkérdezte, hogy elnézést, hogy tudok-e segíteni. És vagy konkrétan a bácsi odaszólt neki, hogy maga lopni készül az autót. Most, aki látta a páromat, a klasszikus autótóval forma, nem? A kis 40 kilójával, nem? Tehát, hogyha valaki kinézett, hogy autót akar lopni, és figyelj, a bácsi konkrétan végignézte, még a párom beszáll, elindul, és mondta a párom, hogy még nézte utána a visszapillantóból, és még akkor is csóválta a fejét. Írta fel a rendszámon. Hát a bácsi a visszapillantóból még látta a párom, és így csóválta a fejét, hogy engem, csak ellopta. Tehát, hogy ő valahogy ebbe a autó... De lehet, hogy segíteni akart, érted? El akarja lopni azt az autót? Hát, de mi kell utatni? Hát igen, úgyhogy egy picit finom ez a bizalom, de mondom, ezt ugyanezt rá tudnám ültetni, hogy mennyire bízunk egymásba a töltő, akár ez az autósztori, hogy erről beszélgetünk pont a párommal, hogy konkrétan bejönne most valaki hozzánk egy pohár vízért, nem engednéd már be. Tehát lassan ott tartasz, hogy majd az utcán megiszod és kiviszel egy pohár vizet, mert nyilván lopni jön. Hogyha valaki... Egyébként valószínű. Sajnos. Az első gondolat a rosszra gondolt. Mondjuk a pohár vízes az klasszik. De becsöngetne valaki olyan, hogy csak nyissa már ki nekem, adjon egy pohár vizet. Valószínűleg nem nyit. Nem. Összeesik az ajtód előtt, és lehet, hogy éppen készül szegény meghalni, de valószínűleg nem nyitott ki. Vagy kiviszed. De az, hogy nyomsz egy kaput, nyílik a kapu, beengeded, és mondjuk a kertedbe jön, és megissza, nem? Na, de most valaki mondjuk ugyanez. Ott sír, hogy csak egyetlen egy hívást a telefonodon. Mert hogy a övé lemerült, és a anyukája ott beteg, is. És azt azért felmérem. Odaadod? Elfut vele, hát ez egy átverős módszer. Ezek mind mennek. Tehát, hogy... azért olyan a külseje, nem? Tehát most azért oda, tehát azért én elmondom, hogy kit akarsz, megkérdezed, mi a sztori, miért hívnál, hol a telefonod, azért abból levágod, nem? Nagyon, az bénának kell lenni. Adjam majd ne aranyom a telefonját, hogy a mamer elrohan beleért egy pillanat, amit te meg ott állsz a gyerekkel. Azt odaadom. Meg kell nézni a cipőjét. Futócipő van rajta abban a pillanatban. Persze, mint a Leszi hazatérnél, megnézem, a láb van-e benne bogáncs a lábába, persze. Persze, odaadom, csak álljon már fel térdelő támaszba. Azért arra kicsi az esély. Na mindegy, finoman ez a bizalom dolog egy picit elgondolkodtatott, hogy egyébként döbbenetes, hogy mennyire nem bízunk már egymásban. És nem tudom, hogy egyébként ez mikor alakult ki, mert szerintem konkrétan még nagymúteron még szerintem... Hát mikor először kifosztottak a blahán, nem? Nagyjából. Tehát, de hogy ezért érdekes, hogy már egy minimális szinten se. Tehát én például ezért nem veszek föl stoppost. Nem azért, mert nem vagyok egy ilyen jó szándékú ember, hanem én... Még a stoppos az egy véglet azért, azt én sem veszem föl, nem szeretem a stopposokat. Hát miért, akár lehet az is tényleg, hogy most tényleg nem engedheti meg magának, tényleg így próbál meg egy picit spórolni, tök normális külső. De én már vizionálom, esküszöm, hogy mi most majdnem felvetünk egyet. Csak ki rá volt írva a táblára, hogy Szlovákia, mondom, külföldre nem megyünk. A kocsi megáll a határnál, nálatok, érte, nem mer átmenni ő sem. Kisgazdám, nagyon félek, ez már külföld. Régen palákig elviszlek veleteket, de utána egy tapottan se. Hát a múltkor ugyan, tehát egy picit is, ezzel lezárom, ez a bizalmi dolog, hogy szintén egy plázába bókláztam, és megjelentett egy teljesen normális külsejű hölgy, és gyerekek fotóit mutogatta, hogy neki gyűjt. És mutatta a fotókat, még valami bizonyulatot is mutatott, valami pecséttel, nem tudom. És az a baj, hogy abban a pillanatban... 98-ban jártatok nálunk, és megszólalt, használsz gumit. Nem. Megszólalt bennem ez a rossz érzés, hogy nem kéne adni, mert már közben, hogy vezette elő a dolgot, akkor már az volt bennem, hogy valami nem kerek. De a pillanatban már ilyen gyerekek síró, éhező fotóival álltál ott a kezedben, és abban a pillanatban azt gondoltam, hogy tehát, hogy akkor már nekik mondasz nemet, nem annak a nőnek. Tehát, hogy nagyon jól van fölépítve. Én adtam egyébként, és pont palira tudtam, hogy lehúztak, csak hogy abban például már kezedben van egy ilyen tabló. Átvágtak valószínű? Nagyon. Aha. Igen. Hát utána láttam másik plázában is, tehát valószínűleg ez egy ilyen folyosan jól felépített. Vagy pakolásszák át a székelyüket, és egy ilyen rohadékság, hogy mondom, bizonylattal, és akkor ott mutatja a weboldalt, nem tudom, meddig tart egy weboldal, 5000 forintért. Miért, aki van Moszkva téren kiáll, és fogja, mint amely egy éves gyereket a hón alatt, és úgy egy büdös forintot nem adok neki soha. Pont ezért. Hát pont ezért, ameddig adsz, addig viszi a gyereket. Hát én a saját szememmel láttam mutka az Andrásin. A tolókocsival kéregetett a srác, egy fiatalabb, ilyen 30 körüli srác, tolókocsival kéregetett, majd fölgurult a patkára, fölállt, megfordította a harépsét, tehát biztos, hogy én a saját szememmel láttam. De.
Jézus már. Tehát azt mondom, hogy már ne, egyszer már tényleg olyan szintű a bizalmatlanság egyébként, és hogy gyakorlatilag már semmi nem az, aminek látszik. Hát igen, csak ugyanakkor meg, aki tényleg rászorulna így, az meg el fogja kerülni. Ez a rohadékságben, hogy aki tényleg ott esik össze az ajtód előtt a pohárvíz miatt. Hát az, mint a fekvő ember az úton. 10-ből 8 már átlép rajta. Azt hiszed, hogy mivel nyugtatod meg a lelkismereted, részeg, hajléktalan, leitta magát, simán lehet, hogy ott kap infarktust, vagy ott kapott éppen. 10-ből 8 ember ma átlép rajta, mert nem a te dolgod, nem avatkozol bele, elfordítod a fejed, nem közel lehet, hogy csak oda kéne menni, hogy ha jól van, és amíg hívsz egy mentőt, meg tudják menteni. De sokszor sokan átlépnek rajta, tehát ez ugyanez. Jó, de nem az elveszőben lévő bizalom, nem az elveszőben lévő bizalom, ami ma reggel. Sokat Böki fogunk nevetni. A csőröm. Várjál. Hosszú volt a két héter. A csőröm. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami Böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami Böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na, mit hoztál? Esküszöm, mást akartam hozni egyébként. Most lett volna egy komolyabb is, de mivel nagyon-nagyon komolyak lettünk és érzelmesek az első blokkban, ezért hozok egy könnyedebbet. Ami Böki a csőrömet. Van egy új házi állatom, amitől kivagyok. Na. Nem tudom, hogy mennyire vagytok, mennyire... Lapos tetű? Ide legyek a szemét. Ezt megforgatod, és elmész a patikába, egészen jó krémek vannak. Nagyon-nagyon szemetek vagytok, nem lapos tetű, rühatka. Ha borotválkoznál rendesen mindenhol, akkor nem tudna elbújni. Ölj meg a házát, meghal a lapos tetű is. Írd ki a ször. Így van. Erről majd adáson kívül mesélek. Na, de felperzselt föl taktika. Mennyire vagytok intoleránsak a zajokra, ahogy öregszetek? Menjünk végig mindenki egy picit a zajokra. Idegen zaj, meghallasz valamit, ami eddig nem volt, valami kis izé, keresitek-e például a zajoknak a forrását? Hát figyelj, én elmegyek otthonról, ha meghalom egy gyerekszobájból, azt mondom, hogy ez elhold, és... Jó, hogy kérdezted, látod? Én ezt még nem vettem észre magamon. Nem keresitek a zajnak? Trombitálnak, nem tudom. Van a szomszédra valaki? Lagzinacsóra költözött. Fúvolaját, ez valahogy, ezt még nem vettem észre, hogy ez ideges. Nem idegesítenek az akkor, amikor elkezdenek idegesíteni a zajok? Hát, nagyjából egyidősek vagyunk. Én arra lettem figyelmes, hogy idén... Csak te fiatalabb. Igen. Hogy idén felfedeztem egy új típusú zajt a kertemből. 6 órakor kezdődik, egy ilyen 6:40-ig tart. A locsoló, automata locsolód, nem? Hát így van, mehetünk. A fűnövés. Ma reggel fölvettem nektek egyébként, aztán azóta közben kilogikáztuk, hogy mi ez. Tehát na, megvan. Várj, de nem mondd el, hogy mi ez. Madár hangok közül szűrt ki. Aha. Na, figyeld. Uh-huh. Ott volt. Megint jön, figyeld. Ezt megmondom neked. Figyeld. Az mondom. Ez harkány. Dehogy is, a barátnő lejtette a gésagolyót a teraszon. Ez egy harkány. Ez van nálunk, ez harkály. Na, elmondom neked, hogy én utána néztem, és nem harkály, hanem rohadmányos fakopáncs nászi dala, vagy mi a túró. Ez a nászi dal. Valami nász éneke, a fakopáncsnak. Csuda, hogy nem halt ki, ha ez a nászi dala. Ez önne meg van? Most utána nézel, hogy ez fakopáncs nász? Nem, megnézem fakopáncsot. Ez fakopáncs, én nem látom, hogy hol van, csak hallom. Figyelj, tehát 6 órakor erre kelni, olyan rohadt idegesítő, tehát hogy nem tudok... Nagyon szép madár. Más, mint a nagyon harkály. Szép, piros a feje, meg aha, piros itt a begye nagyon alul. Szép, nagyon annyi, szép. Befogom neked, ezt átviszem már hozzátok. Az kopáncsoljon már neked ott az eresz alján. Sörétet alá. Miért zavar? Hogy az ablakodat... Jaj, nem mondd, hogy te nyitott ablaknál aludtál, -1 fok volt. Szarán. -1 fok. Én nyitott ablaknál alszom. De nem lehet, hogy éhes. Ez én názdalnak. Mit teszik ez a rohadmányos? Szerintem ugyanazt, mint a harkály rovarokat. De én például múltkor pont a Bennyvel kaptam el egy harkályt, és annyira örültem neki, hogy még hirtelen ilyen közel tudsz kerülni a természethez, hogy egy harkályot kopog a fál. Mi ennek nagyon örültünk. Én ezt imádom, mikor... De a harkály, ez marad, csak egy kopog. Az is nagyon kopog egyébként. De sorozat. Vagy ez rohadt éhes harkály. Amíg nem a nikkecel alatt keresi a házat. Tényleg? A kóbában oly van. Na, igazából ennyi. Tehát, hogy én azok, hogyha megetetem egyébként, akkor nem fog kopácsolni. Tehát, ha viszek ki mondjuk egy tárrovart. Nem fog, de akkor odaszokik hozzá. Nem, akkor csengetni fog.
Igen. Megnyomja a pincérhívót. Pincér. Figyelj, ezt fogd föl úgy, hogy na, hogy fogjam hogy mi városi na, emberek, még milyen jó, hogy azért néha ilyen közel tudunk kerülni a természethez, és hogy állatok vesznek bennünket körbe, hogy kopognak, hogy nem ijesztettük el őket, hogy még nem öltük meg a természetes élőhelyüket. Tehát próbálj egy fokkal humánusabban állni. Legyek egyfajta Szalai doktor Dulittle, aki örül minden. Szervusz, kis fakopáncs, jó reggelt, kis barátom. Igen, szervusz, fakopáncs, fakopáncsos reggelt mindenkinek, aki állsz az erkére. Természet ajándéka. De ez harkály egyébként szerintem. Egy harkály fakopáncs. Gyors harkály? Ez egy gyors tüzelő harkály. Jó, én akkor ezt fogom képviselni, megbarátkozom a természettel, de mennyi lehet egy sörétes puska? Az kapható, az adhatod. És milyen a húsa a fakopáncsnak, hogy egy jó fakopáncs leves? Azt nem próbáltam tudjam. Még, megmondom őszintén. Egy grillezett fakopáncs? Hát próbáld meg, csak ne hívd meg bennünket. Az olaszok eszik. A fakopáncsot? Nem, a fakopáncsot adnak kis madárakákat. Szóval a fakopáncsot csörbökésre? Hát picit igen, és ez teljesen klasszikusan, ez szó szerint. Csörböki a hozzam? Hozzam az ítéletet? Hozzam, jó? Kinek mi a zene, meg ki a zaj? Mert mondjuk Ferinek zene egy sertésizlaldának a zaj, de neked a zaj. Érted? Ne, a Ferinek az olaj sercegése a zene. Nekem zene az ezer hold, neked? Nekem az egy. Nem akarok megmondani. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jaj, régen voltam, egyest akartam. Én csodálkoztam. Azt hittem, hogy az egyes a hármas, és a hármas az egyes. Ez nálam teljesen indokolatlan. Így, hogy kipihented magadat, mennyire elfogadóbb lettél mások problémáira, nem? Jó, ez elnyomt. De jól esik ezt hallani, hogy ennyire elfogadó lettél. Jó, de nem azért húztam az időt egyébként, mert 35 van. Igen, szóval rohan az idő, már kicsit azt hittem, hogy nincs is témán. De van! Madonna egy nagyon-nagyon szép ügy mellé állt, ami azt gondolom, hogy ebben Jani lesz a társam. Ha Madonnáról van szó, akkor tudod. Megy veled. Az ügy nem más, mint a szabadítsátok ki a bimbókat mozgalom. Ebben van valami. De a Madonna. Láttam az első jeleket fönt az interneten. Azt hiszem, hogy skandináv hölgyek voltak, akik megosztották a képeket, és hát egyébként szimpatikus dologról van szó. Ők azt mondják, füllel olvastam, láttam, hallottam, ez miről szól. Azt mondják, hogy joguk van hozzá, és tök igazuk van, mert azt mondják, hogy itt ugyanolyan testrészről van szó, mint amilyen a férfiaknak is van, és hogy a férfiak megvillanthatják bármikor, bárhol a melbimbójukat, akkor ők is. Mert hogy a Facebook nem engedi a női melbimbókat ezentúl megmutatni? Egyébként azt gondolom, hogy eddig se, nem csak a Facebook, semmelyik közösségi oldal, tehát abban a pillanatban, hogyha női bimbót lát, akkor abban a pillanatban törlik a képeket. Tehát, hogy akkor az már ilyen szexuális tartalom. De hogy ismeri fel a női mellett egy kövér férfi mellbimbójától, érted? Tehát egy kövér férfinak is lehet ugyanolyan. Erre vannak az operátorok. Egy ugyanolyan zsír mellett. Ez most férfi, kövér férfi, vagy egy nem túl szexi női mellett? Fölismeri a Facebook, van, és megmondja? Ezt úgy hívják, hogy bimbókereső robot. Ami... Az nagyon kemény. És tényleg az van, hogy most elkezdtek, ugye, tehát hogy olyan szintű szemérmesség van, hogy nem tudom, hogy pontosan mi egyébként ebben a határvonal, hogy ami megy átüt a pólón, azt is dobni kell, vajon? Tehát azt a képet is dobni kell, ami átüt. Szegény sarkokat. Szegények sokan itt Magyarországon. És mit, letiltja a Facebook? Nem, nem, fogja és törli. És ugye nyilván azért érinti érzékenyen mindenki. Ilyen alapú Hajdú Péter is veszélyben van. Azért ott is vannak mellett. Ott azért érted. Nem érteni, hogy masszus, megint törölni. Nem tudom feltörölni. Ja, büdös fasz, biztos megint. Szóljatok a Zuckerbergnek, hogy ne töröljön azért minden, mert így Peti is nagy veszélyben van. Na, mi a különbség a férfi és a női melbimbó között? Tehát a női melbimbó gondolom az tartalma, több szexus tartalmaz, mint egy férfi melbimbó, ami a legértelmetlenebb testrész. Nem? Többet takargatják legalább. De gondolod, én tudom. Igen. De nekem, hát érdekek, azért jön egy ilyen erogén zóna, hát fiatal, nekem a melbimbóm násztáncot járt, tehát, hogy... Ha futsz. Ha futsz a busz után. Nem, de hogy egy picit tényleg ez a nagy ajunk, hogy tényleg mi a különbség? Tehát, hogy ti örülnétek ennek egyébként? Tehát, gyerekként én azért frászt kaptam volna, hogy a nagy buteromot egy jó húsat játszik a kumfejtőjékel. Én nő vagyok. Én most csinálok egy olyan képet magamról, ahol nagyon pucsitok, egy bugyi van rajtam, érted? És visszanézek a kamerába, és engem valaki lefotóz, mondjuk egy edzőteremben. Balázs. És azt hagyja a Facebook, de egy sima, egyébként egyszerű, hétköznapi női melbimbót, azt nem, de bepucsíthatok a Facebook, és felrakhatok pucsitos képeket, az nem gyalázza meg a nőiességet, vagy a női szexualitást? Mondok ettől szerintem egy sokkal egyszerűbb. Tehát ugye azok a tangák, ami megint Jani rád nézett, csak nem akarja felizgatni, csak... Már feléd is fordultam. Hogy tudom, most nem kell fölállni a következő 5 percben, tehát most azért nyugodtan élvezheted a mondandómat. Tehát azok a tangák, ami csak egy ilyen drót, az megvan.
Hogy ne lenne? Most is lenne barátom. Na de, hogy abban például, az gyakorlatilag mesztelenség, csak az illúziója ugye attól a kis dróttól az olyan, mint hogyha föl, akkor azt mondjuk, hogy föl van öltözve. Tehát nincsen fölöltözve. Nincs hát. Tehát, hogy akkor, de azt például nem tiltják. Tehát, hogy az nem ütközik így ebbe a szemérmes vonalba, vagy ebbe a szemérmes tiltásba. Tehát pont ezt mondta a Madonna is egyébként, hogy egy fenék az telibe lehet. Ezért nem értem, hogy ez most egy feneket megmutathatok magamról, de a melbimbómat például nem. És a Madonna most ki akarja szabadítani a saját melbimbóit? Vagy ő most lázad ez ellen is posztol melleket, vagy mit csinál? Abszolút posztolgat is, ami meg nyilván ő fel akarja most erre hívni a figyelmet. De egyébként mondok egy érdekesebbet, amit szintén ezen az oldalon találtam, hogy például, hogy a bimbóval kapcsolatban mennyire fura az ítélkezés, hogy például a Barbie babáknak nincs bimbója. Melle van, de bimbója nincs. Hát mert gyártás technológiai. De igen. Mindig megnéztem, nincs funkciója. Semmilyen. Mindig megnéztem, igen. Mindig levet köztettem, felvajtottam, nem nincs itt semmit. De nem csinálják. És Kennek is ugyanaz gyakorlatilag alul. Tehát androgynek picit, igen, semmiük nincs egyébként. Na de hogy ott is a formát engedik, tehát én nem egy ilyen iszlet láttam, mert Ázsiában ugyanez van, hogy Ázsiában konkrétan az ilyen erotikus lapokat is úgy retusálják, hogy eltüntetik róla ezeket. Tehát a formákat meghagyják, de tehát, hogy érdekes dolog ez, hogy megy ez a fajta áprűdösködés azért, nem? De ez nagyon fura. Hát ez a Facebook azért nem volt ilyen. Most azért utálom a Facebookot, mert már mindenbe beleszól, már mindent szabályoz, már mindent ő dönt el. Van 130 ezer ember, aki követ téged, 3000 látja a posztodat, a többieknek nem küldik el. Tehát ez kicsit már olyan, mintha te lennél a Facebookért, nem? Most minden döntenek. Ha Riói karneválon vagyok véletlenül, és ott készítek egy fotót egy táncosnőről, azt le fogja venni? Hát, hogyha látszik, ott látszik a bimbi, vagy van, akinél látszik. De ez nem kultúra? Hát azt akkor a Milói Vénuszról is leveszi? Na, tessék. Ott van. Na, mit csinál ezzel? Igen, baromi érdekes dolog. Hát ti rengeteget foglalkoztatok mondjuk például a női meg. De ti rengeteget foglalkoztatok. Ha azt gondolod, hogy nem tudod, mi a különbség a női meg a férfi között, gyere, cumizd ezt! És elővette a jobb melbimbóját. Ezt nem hiszem el. Nem, de hogy például rengeteget foglalkoztatok például a szoptatással, ugye, ami szintén valakinek kiveri a biztosítékot, valakinél nem veri ki. Tehát, hogy az ugyanez az áprüdéria egyébként, nem? Hát itt megint megoszlik, hogy például olyan szabad területen, ahol más is látja, ott szoptasson-e az anyuka, vagy mert az egyik egy öncélú dolog. Tehát, hogy a magamutogatás az öncélú, miközben a szoptatás az a természet velejárója, az egy olyan dolog, ami mondjuk így, hogy az önfenntartásnak a része, vagy ilyesmi. Tehát, hogy na de mondok más mondjuk. A dolog öncélúsága miatt szerintem. Amit például engednek, és amiből én magam is sokat töltöttem fel, mondjuk fotósként. Tehát amikor olyan típusú képet látsz, ami már úgy sejtett, hogy gyakorlatilag... Hogy művészi? Arra gondolsz, hogy művészi? Hát tudjátok, a még több bőrt sorozatból. Tehát amikor annyira sejtetős, amikor úgy van kigombolva mondjuk egy sort, és tehát hogy már konkrétan nőgyógyászati szűrővizsgálatot lehet az alapján csinálni, de még pont az nem látszik, és ezeket a dolgokat például engedi. Azt gondolom, hogy ugyanúgy izgató, ugyanúgy erotikus tartalom. Tehát egy érdekes dolog az, hogy kipécézünk mondjuk testrészeket, és azt mondjuk, ezt nem töltheted fel. Mm-hmm. Nem? Csak mit tesz helyette? Leveszi az egész képet, vagy kiblőrözi, vagy tesz rá egy leukoplaszt csíkot? Mit csinál a Facebook? Én nem tudom, ritkán egy teszek fel. Egy cukkermerképet tesz fel helyette. Tehát én ritkán teszek fel magamról filmesztelen képet, de mit csinál? Nem engedi az egész képet feltenni? Tehát levetteti veled, vagy a robot leveszi a képet? Robot is veszi le, meg jelentheted is ezeket. Tehát azt szerintem az igazán rohadékság, amikor neki jelent. Ilyeneket jelentgetsz, de hogy így van, sőt konkrétan a profilodat, tehát hogyha véletlenül mondjuk te fotós vagy, és a fotósként ebbe bele tudsz azért csúszni, hogyha ilyesmivel foglalkozol, vagy ha mondjuk olyan modell vagy, akinek vannak kihívó képei, akkor bele tud csúszni olyan határesetekbe, aminek kapcsán mondjuk úgy dönt a Facebook, hogy neked ezt nem szabadott volna, és konkrétan letörli a profilodat, vagy korlátozza, tehát nem tudsz belépni, nem tudod használni, akár hetekig, hónapokig, én ismertem ilyen embert, vagy ismerek ilyen embert, akinek hetekig, hónapokig leállította a profilját, és nem tudod belépni. De most akkor mi lesz a sarkakatáikkal, rubindrékáikkal? De most komolyan kérdezem, hát ők azért állandóan posztolnak magukról gyúrós képeket, edzőtermi képeket, hát ami nem ezt akarni, mert tudod, érted? Kevlár kéne hozzá, vagy acélbet. Ugye, szerintem a dolog érdekes, és szerintem érdemes egyébként foglalkozni is vele, mert szerintem ez az áprültség is kezd most ilyen óriás méreteket ölteni. Nyilván nem mi fogjuk itt most megoldani, illetve szerintem az a dolognak a határeset része még, amikor ilyen hálós dolgok vannak. Tehát amikor van rajtad valami, uh-huh. Van rajtad egy body, van rajtad egy felső. Tehát te kamionos trikóban például, Igen, én kamionos pólóban. Tehát amikor van rajtad valami, de mégis látszanak dolgok,
dolgok, és emiatt is mondjuk törlik a képet, törlik az accountodat. Szerintem ez elég durván beleszólás egyébként abban, hogy te privát mit képviselsz, hogy te mit akarsz megmutatni a világnak magadból egyáltalán. Tehát úgy tenni, mint hogy egyébként a Melvin Bowe nem létezne, és azt az így elrejtegetni. Igen, nem? Kicsit ilyen álpirű, álszent, abszolút. Igen. Úgyhogy írok is erről egy levelet Zuckerbergnek, aztán meglátjuk, hogy mit mond rá. Hát nézzük meg, hogy Gász Norbi mögé a sorba. Igen, Norbi előszeretettel írogat levelet Zuckerbergnek, igen, azt nem is értem, miért csinálja egyébként. Hát tegye föl ma este egy képet rólad, megnézzük, hogy a Facebook tud-e különbséget tenni a nőimmel és a férfivel között. Rohagy meg! Félmeztelen képet arc nélkül tegyél már föl magadról. Most a kíváncsiságból. Hát, vagy valamelyik családtagról, de nem a bátyádról gondolsz. A kis autótól vajról, a kis autótól vajról. Jó, meglátjuk. Félve kérdezem, hogy a fakopács bemutatásáért, a fakopács bemutatásáért, az emberiségbe tett bizalom elmúlásáért és a női keblek felszabadításáért jogos lehet-e a tas és a sikoly? Oh, okay. Most jóra nyomtam. Most jóra nyomtam. Tibi, köszönjük szépen, 3-4-10. Lesz pontosan 2 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 1 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. M7-es Nagykanizsa felé a 132-es kilométernél a Völgyhíd után mérnek a szervek. Könyves Nándi küldte nekünk. Trafi van az M3-ason, a 106-os kőnél a Miskolc felé közlekedőket mérik, ezt Komi üzente, és Trafipax Füzes gyarmat belterületén rendőrautóból mérnek. Csík Boy küldte nekünk. Mi van ezekkel a nagy trafikkal? Üzemben vannak? Láttam most egy párat. Az már biztonsági övet is néz? Csinálják most már? Hatalmas, mint a fejem akkor. Nem tudjuk pontosan. No. De óriás, tényleg nagy. Tehát a régi trafikhoz képest úgy néz, mint az IT. Az igaz. Ilyen gülüsszemű, nagy. Összekeverted valamivel. Az a Buzogány torony. Hidroglobus, a víztorony, azt hasonlít a fejemhez. De hogy most már biztonsági övet? Mérnek, azt tudom, hogy tehát a sebességet mérik, de hogy a biztonsági övet most azt már hivatalosan nézheti-e, vagy arra még nem tesztelték, azt szerintem. Ember nincs, aki tudja. Kísérlet ez. Igen, és mondd el, jött a levél Vas megyéből. Nálam nem tudod megállapítani, mert nem felülről jön az öv, hanem így mögüllem. Mert hogy nincs teteje a kocsinak, ugye, hogy nem tudod rögzíteni. Tehát ezért így hátulról jön, úgyhogy nálam nem tudja lefotózni, hogy itt van-e a fejed mellett. Hát nem azt fotózza, hanem, hogy keresztbe át van-e húzva. És a feketében vagyok. Tessék? A feketében vagyok. Igen, ez egy jó kérdés. Pácska. Na, megfogtam mi? Hoppá. Megfogtam őket. És mi van, ha nem a saját autómat vezetem? Akkor az büntetik, akkor ki a kocsi. De mert az objektív felelősség ugye az arról szól, akkor hogy... Akkor hátrébb tolod egy kicsit az ülést, állítasz a kormányon, ilyesmi. De nem ezt kérdezem, hanem hogyha én nem vagyok bekötve, de nem a saját autómat vezetem. És hát mondjuk, ha fölismerhető vagy a képen, és utól tudnak érni, akkor téged büntetnek, hanem akkor a gazdáját a kocsinak. Igen. Gazdáját itt a megoldás. A ugyanúgy objektív felelősség van a biztonsági hát jövőben. Persze. Igen? Itt a megoldás. Cseréljétek autó. Na, én részem tudtam. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szóban reggel. Korán reggel húsvétoztunk, picit húsvétról beszélgettünk. Feri locsol Sobával, mi elmondtuk Janival, hogy a locsolást magát kevésbé szeretjük, a húsvétot igen, de mi nem locsolunk, erről beszélgettünk korán reggel. Valamint felhívtuk Vastag Csabát, akiből elég nehéz volt konkrétumot kiszedni, de mi álltuk a sarat és próbálkoztunk, mert hogy azt olvastuk pár nappal ezelőtt, hogy Vastag Csaba menedzsere rendre utasított néhány egyébként valójában tényleg elviselhetetlen, erőszakos, verekedő rajongót, akik megkeserítik Csaba életét, megkeserítik a többi rajongó életét, verekednek, visítoznak, hajat tépnek, és tönkretesznek minden koncertet. Annyira elszántak, és annyira maguknak érzik Vastag Csabát. Mi felhívtuk Csabát, és megpróbáltuk tőle megkérdezni, hogy mi a helyzet ezekkel a rajongókkal. Csaba nagyon diplomatikus volt, alig mondott konkrétumot. Visszafogott. De mi nem adtuk föl. Így van, Andorra kent minden. Így van, úgyhogy megmutatjuk, mire jutottunk Vastag Csabával ma reggel. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel! Ezen jó reggel, szevasztok! Hát, pedig én itt voltam. Ez mi is? Mi újság van? Jól vagy? Minden oké? Okay? Minden oké, okay, igen. Nekem is volt egyébként egy ilyen 3 napos kis pihenőm, de nem mentem nagyon messzire. Siklóson pihentünk a családdal. De az is dolgoztam. Nem. Csak hallatszottad, hogy pihensz. Pihentem. Ez ilyen wellness-ezés? Igen. Kis pihi? Igen. De egyébként meg... Tehát itt a, volt ugye a, ez a viszlátos játék, biztos emlékeztek rá, miatt elutaztatok. Te utaztál Londonba végül? Nem, hanem az volt, hogy április 1-én nem áprilisi tréfaként 14 klassz hallgató utazhatott el. A Szani Roli kísérte el őket. Szegény Roli.
De már meg is járták el? Igen, volt, április 1-én volt egy ilyen kitelepülés, oda kellett jönniük, és onnan hirtelen kimentek a reptérre, és mentek. És a Roli is érte el őket? Képzeld el. És hogy mondták el nekik, hogy győztek? Vagy nyertek? Van egy jó meg, vagy egy rossz hírünk. De mi is a Roli is kiment? Roli is kiment Londonba? Persze. És mennyit voltak kint? Aztán este már jöttek is vissza. Tehát csak felültek erre a Londonájra, megnézték, kaptak ott egy vacsorát, és jöttek vissza. Az egész tulajdonképpen arról szól, csak mert biztos külföldön voltatok, és nem hallgattátok, hogy az egyik szolgáltató, ilyen mobil szolgáltató eltörölte a roaming díjakat. Igen. És akkor ezt lehetett kipróbálni ott Londonban. Adtak telefonokat is, hogy lehet akkor SMS-ezni, telefonálni, és akkor de végre eltörölték, hát ez tök jó, hogy miért kell a 150-szeresét fizettem azért, mert külföldön vagyok, unióban. Ez tök jó. Ez egy örvendetes hír. Jól van, milyen zenék lesznek ma, Csabi Kávere? Meg zenék újra? Hozok nektek egy Rihanna dalt, amiben még másik két olyan világsztár van, akik önmagukban is megállnák a helyüket, a Kanye West és a Paul McCartney, hogy kerülnek egymás mellé, ugye ez egy nagyon nagy dolog, és pontosan két hónapja volt ennek egy ilyen élő bemutatója a Grammy díjátadón, és ez alatt a két hónap alatt már annyian dolgozták fel, például punk rock verzió is van, alapjában véve pedig egy ilyen kis folkos, bites dal az egész, és... hát mi most az eredetit fogjuk lejátszani, tehát nem a punk rock verziót, azt majd a Jani a YouTube-on megnézik. Hogy megleptél? Four Five Seconds az a címe, nagyon jó kis dal. Meghallgatjuk, jó van, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Az bizony, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Iza úra írtad alá. Iza úra, így van. Szép név. Igen. Te lettél a nap hallgatója, hol hallgatsz minket, drága Iza úra? Hát egyébként felsőpakonyi vagyok, de most Budapesten vagyok, sört szállítok. Budapesten vagy, és sört szállítasz. Az nagyon klassz. Te lettél a nap hallgatója az SMS-eddel. Jó, hogy mire vonatkozott, azt most nagyon hosszú lenne elmondani, viszont az SMS-ed jó volt, szerettük, nem csak nem találom nyugi. De szelleves volt, szerettük, jó? Jó, köszönöm. Köszi, küldjük neked az ajándékcsomagot. Oké. Ciao, hello. Szia. Az aklatos történetre írt egy viszonylag hosszabbat, csak most már nem lenne a poén annyira érthető. Akkor érthető volt egyébként, amikor elküldte a témához kapcsolódva. Jól van, Csabikám, zenét elmondtad, megbeszéltünk mindent? Megbeszéltünk mindent. Jól van. Csak... Jó, tehát kipihentétek magatokat? Csak jó, jó. Jó, volt. Nagyon jó volt. Jó, hálásra vagyunk, kezdünk fáradni. Holnap el kell menni. Nem, tényleg jó volt, pihentünk, meg hát az ember azért egy másfél hétig nem kell 4:40-kor, az már eleve egy pihenés, mindegy, hogy hol van. Ja, de akkor most már leszálltok rólam, ha én Szabira megyek. Most egy picit le, most egy picit joggal mondhatod ezt, igen. 10 óra van pontosan, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00. Ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg, mi pedig jövünk. Jövünk holnap, vagy Szabim? Szerintem. Szóltál előre, de hülye vagyok. Mondtam, hogy nem leszünk. Holnap jövünk 6-kor. Szevasztok! Szia! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.